open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 16 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok! Hello, Feri! Szevasztok! Jó reggelt! Jó péntek! Végre meleg, és végre meleg. Hát ma volt talán az első nap, pár hónap ezelőtt volt, amikor tényleg úgy léptél ki a házkapuján, vagy a lakáskapuján. Rövidújú póló, tényleg meleg van, nincs dér, nincs hideg, nincs még a reggel, nem, hanem úgy végre. 21 fok. 20-21 nagyon, nagyon meleg volt. Igen. Végül is itt volt az ideje, hiszen pontosan 5 nap múlva rövidülnek a nappalok. Biztos, hogy oda vágok valamit. Adjatok már még egy laptopot. Ha megint a nyár végén legyen már kis. Komolyan mondom, hogy miért nem tudott Árpád apánk egy kicsit tovább menni, nem? Szóval, hogy mit látott meg ezen a helyen, de tényleg. Ilyen jó konyhánk lenne. Mit mondott? Egy szép hely, hát főleg ugye, ami ugye marad belőle nekünk szegényeknek, mert gyönyörű helyen, de még egy picit lejjebb megyünk, akkor az egész valahogy még jobb. Mert hogy van igazság a földön, hogy 5 napon rövidülnek a nappal? Hát nem. Hogy ott is rövidül, tehát ha lejjebb megyünk is rövidül, de hosszabb a nyár ebben. Hát ez hosszabb a nyár. Igazad van, tél sincs, úgyhogy azért a szebb lett volna. Mert megállt, megtetszett, meg ahol átjött, ott olyan szépen lehetett látni. Mert még nem evett vadontermő olivát. Hát nem. Nem. Én azért nem bántam volna, hogy megyünk egy kicsit élebre is, akkor érte. Igen, egy kicsit mindenki, élebre csak. Mindenki dicsérne a magyar mozzarellát. Szóval, Márkini magyar mozzarella. Én azt mondom, hogy nincs, valahogy nekem hiányzik az átmenet. Szóval, hogy most figyeld meg, jön a kánikula, megrohadsz, 2 hónap után már lóg a nyelved, nagyon várod az őszt, és egyszer csak így sit, elkezdődik ülni az éjszakák, és aztán jön a tél, nem? És soha el nem múlva, 8 hónap jön megint. Szóval nem is értem komolyan. Na minden, nézzük most a jó oldalát. Jó, jó van, te így, Szabira megyünk. Tehát Szabira megyünk, így nem győzünk el hangsúlyozni, hogyha valaki esetleg nem hallotta meg az elmúlt héten, most a jövő héten mi nem leszünk, picit pihenünk, reméljük, hogy jó idő lesz. Aha, meg most néztem, meg fogban nem lesz hiány 30-31-29. Meg csapadékban sem, ahogy láttam. Igen, ezt akartam mondani, hogy de erről nem beszélünk, nem érdekel bennünket. Hozol egy töltőt, nekem zsűl, köszi. Igen, azt láttam, hogy esős idő lesz. Hát de pontosabban ilyen viharos. Igen. Tehát, hogy azt írja, hogy felhő, meg a villám van benne, de a kis esőcsepek nincsenek ebben a piktogramban, vagy miben, úgyhogy hát nem tudom. Én gyerekek, hogy a kertészem megmondta, hogy ez most csapadékos nyár lesz. Hát ha? Az a fiú, ez aranyat ért. Egyelőre tök igaza van. Jó. És elindított az eset. Tavaly volt ez a soha el nem múló, májustól tartó nagyon durva meleg, nem? Ez iszonyat nyarunk volt, de egy oda. Hát. Most viszont, hát tavaly ilyenkor már nagyon durva. Nem, igaza van. Tegnap voltam egy kicsit kint mozogni az erdőben, elképesztő burjánzás. Tehát, hogy olyan szint, hogy befutottam az erdőbe, szokásos útvonalon, évek óta arra futok. Tehát, hogy ezt én mindig és látom magatjámban is, ez az elképesztő burjánzás. Igen. Próbálok neki gátat szabni. De ugyanazzal írtjátok a nagy macsetéval. Nem lelkiirtatatlan. Hihetetlen burjánzás. Milyen is a gatyám, amikor mozgok. Figyeljetek, mint egy esőerdő. Tehetem be, mert így néztem körül, hogy rossz helyen futottam be. Elképesztő. Még zöld, még gyönyörű. Viszont lehet, hogy talán a picit a hangomra is hallatszik, hogy tegnap voltunk moziba, hogy az összekötés a két dolognak, de hogy valaki szóljon már neki, hogy nézzenek már rá egy hőmérőre, de tényleg, hogy mire van állítva az a nyomorult légkondi, mert majdnem megfagytunk. Na most az, hogy a Démonok között 2 című filmnek hát a hangulatához ezért passzol. Lehet, már kicsit 4D volt. Ja, ez már hú, ezek lehelet a tarkódon. Igen. Mindig nagyon fázik. Miért nem ültetek arrébb? Hát végül is igen. Ugye? És hogy hívjál föl, és akkor segítek. De hova arrébb két terem, nem, hát délelőtt voltatok, vagy délelőtt, és gondolom, ember nem volt, voltak még 10 nagy ember. De nem is oda ültünk, tehát hát hogy mit ott kapuk a döngetsz. Vannak helyek a moziba, hát, ahova nagyon durván megy. Jön. És akkor egy picit arrébb ülsz. Menjünk 2 elején. Igen, tényleg. Tényleg, valahogy úgy van, hogy ilyen falhűtés és a klímájuk, és ott a falból baromira jön meg fölül, de be lehet lőni azt a helyet, mi is mindig vonulunk, mert a Viki elég fázos, ahol nem jön, valószínűleg olyan részre ültetek, ahol pont nagyon jön, arrébb kell ülni. Hát vagy vigyetek takarót, pakrócot legközelebb. Én vittem egyébként, lett is Móninak, ha érted, mire gondolok. De úr vagy! Szétfagytam, ő este már köhögött. Tehát, hogy mondjuk a légkondicionált helyek, de ez nem csak a mozi, ez szerintem mindegyikre igaz, hogy vagy 16-ot tudnak,
vagy nem kapcsolja be, és 30 fok van. Tehát egy moziba egyébként néha tényleg túltolják. És nem tudsz a filmre figyelni, mert annyira fázol, annyira nagyon fázol, hogy egyszerűen oda az élmény. Igen, mondjuk az is igaz, hogy egy ilyen viszonylag kisi helyiség, mint a moziban, hogyha ugye az esti hűtést csinálják, ott a teltháznál nagyon meg kell tolni. Igen, meg kell tolni, de és délután, nem, meg, senki igen, délután meg senki nincs. Hát, vagy tényleg erről van szó, amit Balázs is mondott, hogy most olyan szinten igazodnak ugye a filmnek a hangvételéhez, hangulatához, hogy már erre is ügyelnek. Mert mondjuk ez egy horrorfilm, nagyon jól passzolt hozzá, az esős, ködös, hideg Albionhoz nagyon jól passzolt, mert a gyerek egyébként a kedves barátnőjével másik teremben nézte az Alice Csodaországban második részét, és megkérdeztem a mozi után, és azt mondta, hogy ott nem volt hideg. De rendben. És akkor az biztos nem. Aha. Akkor profik. Akkor ezért volt 78-ban beázva a új kígyósi mozi, az ének, az eső. Mert előre mutató volt. Már akkor is. Körülbelül valaki nem fogta meg a bokádat, érted? A halál leheletét megkaptad a nyakadba, de az lett volna durva, valaki bokát fog. Mindegy, hallgassam, az arrébülés az ilyenkor nagyon-nagyon segít. Az a baj, hogy túlságosan jogkövetőek vagytok, és nem ültetek arrébb, de az még egy jó megoldás lehet. Jusson eszedbe, Bali, hogy arrébb kell ülni. Arrébb kell ülni, valami epicentrumban ültél. Azt a rohadt nagy könyvet csak megnyitom, amiben ezeket a magas gondolatokat beleírjuk. Hát azért ehhez nem kell annyira nagyon gondolkodni. Itt jön a hideg, adjuk egy esélyt egy másik széknek. Arrébb. Hát ott nem leülsz, aztán de lehet, hogy nem ott nem mondta jön. Nem azt mondta, hogy arrébb ültek? Egy picit, arrébb ültünk. Igen, mert én ugye... Ha látom, hogy van lehetőség arra, hogy sem mögöttünk, se előttünk ne legyen senki, akkor mindig odaülök. Mi is mindig máshova ülünk, tehát, mint ahova szól a jegy, ha nem full házra megyünk, hanem ilyen délelőtti matinére. De akkor is szerintem megkérhetsz embereket, hogy ülj, figyelj, ott nem nincs meleged, cseréljünk helyet. Nem szerzek valami ilyen alig használt katonai ilyen hőszenzort, és akkor bemegyek a terembe, mindig megnézem, hogy még a legmelegebb pontja a mozinak. Igen, egy üres moziban tök jól le lehet csekkolni ezt a mérülnek mindig az étterembe a nyakadra, meg a metró, meg a moziba. Ott is odaül. Figyelj, mi számtalanszor éljük át az, hogy ketten vagyunk a moziba, és beül mellém. Mondom, hát te sok. Szóval, hogy ugye 400 hely volt. Vagy beül eléd. Kettővel kicsit, tudod, hogy úgy félsz, vagy úgy összebújunk, vagy igen? Úgy csináljuk. És miért nem ülsz egy kicsit arrébb? Van a másik variáció, akinek oda szól a jegye. De hogy egyet kell arrébb mennetek. És oda megy, és ne harag, hogy ide szól a jegyedek. Nem egyel arrébb, de egyébként senki nincs a moziban, tehát hogy de jó, ha gondolod, akkor igen, és leül a helyére. Igen, leül a helyére egyébként. Ő jobb követő. Ő igen. És bárhova leülhetne, de ő megvette, érted, ő nem akar konfrontálódni, ő leül. Neki van igaza, csak érezted magad, hogy egy üres moziba átkerülök. Mert ő NAV ellenőr dolgozik. Sose felejtem el, mikor az Arénába elmentem egyedül moziba. És annyira kellemetlenek éreztem, hogy egyedül megyek, hogy két jegyet vettem. Ezt meséltem. Igen. És egy jegypénztárosnak így odaszóltam, hogy mindjárt jön a társam, bemegyek előre, és beültem egyedül megnézni ezt a nem tudom mi ez a valamilyen Hubble, az űrteleszkóp. Igen, azt néztem. 4D, 6K, de egyedül voltam a moziba, így ültem középen. Mondom, én most egy kicsit félek tényleg egyedül, hogy elkezdtem kiabálni. Mozigépész! Itt vagy a mozigépész! Indíthatod mozigépész! Más egyedül. Már úgyse jön. Van benne valami. Van benne valami egyedül. Hát tök jó lehet. Van benne valami. Picit magadénak érzed az egész teremben. Az elején kicsit fosol, hogy tök egyedül vagy az egész teremben. Tehát aztán utána jó. Ide ülsz, odősz, ide teszed a lábad, oda teszed a lábad. Ahogy jó. Vége a reklámblokknak, akkor van egy 5 másodperc sötét. Itt ott egy jó. Picit megmarkolod a karfát. Jaj, most ne jöjjön senki, igen. És fél óra az egész egyébként, úgyhogy... És kicsit úgy érzed meg, mint a George Lucas a Skywalk Ranch-en, tudod, beül a saját mozitermébe, és így néz. Ja, igen, neki saját. Óriás vászon, és hogy hívják, menőség. De jó az, meg jobban tudsz figyelni a filmre, hogyha nem buki meg be időnként valaki a könyöködet, hogy adjál még egy kicsit. De rég voltam már. Igen, na az azért ciki. De rég voltam már moziba. Na menjél el, most Szabi alatt, vagy nem tudom, valamikor. Vagy csinálj egy mozitermet. Most láttam, pont van az egyik ilyen ismeretterjesztő csatornán a millió dolláros szobák, ez a, és akkor mindig van egy nagy ház, de mindig csak egy szobá. Miért jutott az eszedbe? Nem azért, hát most, jaj, de gonosz vagy. És egyébként, nagyon jó egyébként a sorozat, amit ajánlottál nekem, a Lepra Telep a város szél. Látod, kinek hogy? Tudja, hogy kinek mit kell ajánlani. Millió dolláros szobák, és akkor az van, hogy van egy irgalmatlan birtok, egy nagyon nagy házzal, de abból is csak egy szobát vesznek ki, és az úgy kezdődik, hogy minimum 1 millió dollár a berendezése, és vannak ilyen saját mozik termek. Atya Isten. Tehát amikor azt mondod, hogy a 5 millió dollár csak az a moziterem, ugyanis minden bőr nyilván, olyan a technika, azt mondta a csávó, hogy gyakorlatilag a IMAX-tól kezdve bármit le tud vetíteni otthon.
amit nem nagyon értek, mert az valamilyen óriás képernyő, de nem, azt mondta... Meg hogy kapja meg a kópiát? Hát azt mondta, hogy mindent el lehet intézni, hát szerinted. Tényleg? Hát ha kifizeted. Közmenő. Lemegy, gondolom, a világon a mitten körbe, megy az IMAX film, aztán azt meg lehet venni, vagy nem tudom. És akkor 5 millió dollár, hát azt valaki szorozza be, nem tudom, hogy adják most a dollár. Csak ilyen forgalmazóan megcsörön a telefon, hogy halló, Justin Bieber vagyok, a Gru 2-t szeretném. Kérem, kérem. Ez menő, és megkapja, tudod. És akkor megkapod, saját popcornostól kezdve minden ugyanúgy van, beülsz a haverjaiddal, azt hiszem ott olyan 18 szék volt ebben a moziban, full extra minden, és akkor lehet mozizni 5 millió dollárt. Hát az... Van abban annyi? Nincs. Az hány mozi egy, nem? Nincs. De szerintem nincs. De hát ők ez olyan, mint az otthoni szauna, tudod, meg az otthoni edzőterem. Igen. Ugye? Kicsit annak a hangulat, hogy elmész, beülsz a moziba. A mozi ez egy közösségi élmény. Kicsit kimész, igen. Ez a beburkolózol otthon egyedül, nem tudom. Nem tudja a Bentley-t hol parkoltatni. Az is igaz. Nem tudom, megállhat a vászon mellett. Igen. Na jó, van, megmutatjuk akkor, mi történt velünk tegnap, jó? Gyorsan, előtte még azonban egy-két SMS. Mi egyszer csak hárman néztük meg a Zootropolis, csak a miénk volt a terem, a kislányom végén már a párom ölében ül. Azért hűtik túl a mozit, hogy a hidegre figyeljetek, ne a filmre, így újra meg újra megnézzétek, egy vásárlásra ösztönözik. Nyilván, aha, persze, és mindezt a szabadkőművesek csinálják, és nem? Tehát, hogy, igen, összeesküvés elmélet. Minél több a mozi összeesküvés elmélet, a szabadkőművesek. Sok jegyet vegyél. Hát egyszerűen csak túltolták szerintem. Azt mondja, hogy végén pedig annyira alibűsz, hogy megkint vagy a moziból, akkor nem fázol. Egyébként ez egy jó megoldás, igen. Nézzétek meg Norbi oldalát, a Santa Mariával jár Hakriszt. Ó, gyerekek, tegnap én hallottam. Hogy? Hát a nagy duettet, ugye a műsort, azt átültették színpadi produkcióra, és akkor több páros volt tegnap a Dérhemi. Ja, az, ami közönség találkozó. Hát, közönség találkozó, nyilván van egy ilyen aláírós rész is, de ők föl is lépnek. Aha. Nagy színpad. Uh-huh. Nagy ne. Színpad. De hogy nem, de miért ne? Hát igen. Szerették az emberek. Mennyire nem mennek most a 40%-kal csökkentettek? Ekkora baj? Hát azt én nem tudom. És akkor ő is volt, úgyhogy abszolút jó kis fellépés volt a Mi Velencénken. Tegnap ezzel nyitott a fesztivál, ezzel lőtte föl magát az űrbe, és akkor innentől kezdve már csak jobb lehet. Hát, mint Norbi. Jogos. De aranyosak voltak, úgyhogy. Igen. Jó van, az kicsit fura, hogy ezzel akniznak, de hát mindegy, persze, a műsor az tök jó, az tök jó volt. Akkor már retro nap van, kérdezi-e valaki, gyerekek, az a helyzet, hogy nincs. És azt is tény? Igen, azt is elmondom, nem, hogy miért, mert hogy, tehát, hogy annyira gyorsan elérkezett a szabadság, hogy egyszerűen nem készültem fel rá. És nincs, csináljunk belsős retro napot. Az mi? Az mi éneklünk minden. Én azt nem vállalnám, de hogy hát, hogy így ráböksz a monitorra. Húzzunk be egy-két a Zsülnél van egy csomó, tudod, persze, hogy szereti ezeket a régi vackokat, avittas izéket. Behúzhatunk egy-két régit, csak az akkor most nem igazi retro nap. Tehát az azért DJ Oti csak úgy adja a nevét, hogy... Aha. Jó, akkor ne DJ Oti, ma legyen DJ Oti, akkor ma nem DJ Oti van, de behúzunk egy-két retro, de nincs akkor ma retro. Egy-két régi Rammstein, Pantera. Habituári. Ebben ez a Jani retro napja, tényleg. Igen, igen. Szóval, hogy megígértük, hogy persze Szabi előtt, aztán itt nagyon foci elbéztünk, meg nagyon elment az idő, és egyszer csak rám tört ez a szabadság, hogy úristen, jövő héten mi nem vagyunk. És úgy talán ma reggel ugrott be, hogy tettem egyszer egy könnyelmű ígéretet. Én mondtam, hogy korábban adjuk le a Szabit, meg 2 hónappal ezelőtt. Igen, ez így kicsit hirtelen. Ez így kicsit hirtelen rám tört, úgyhogy DJ Oti cancelled, jó? Tehát töröl a fellépés. Aha. Jegyek sold out, visszaváltatok a jegyek. Vagy egy későbbi időpont. Egy későbbi időpontra, esőnap, jó? DJ Otinak esőnap van, jó? Ma sajnos esőnap van, illetve egy későbbi előadásra lehet visszaváltani. Vagy visszatérítjük természetesen, tehát ezt a kettőt tudjuk elképzelni. Mikor sorsoljuk a mezeket? Ez egy nagyon jó kérdés. Sorsoljuk már ki, mert ezt is 4 napja ígérjük. Minden nap megígérjük, hogy ma. Nálam nincs. Én nem voltam otthon, én Velencén aludtam, és Budapesten ja, van a mez. Na mindegy, egyet fölrakunk, az biztos, meg megkeresik Balázsét. Az jó, hát még kisorsolni. Nem csak ma küldjük el, majd a szabadság után. Együtt a 3. Egyébként igazad van. 2 nappal ezelőtt még nem mondtátok ezt az érvet, azt mondtátok, hogy majd benne lesz. De nem baj. Én akartam mozni, csak nem voltam otthon a lakásban. Pici csapataink szétestek, nem? Ugye az Szabi előtt úgy kicsit felkerült a V betű, és úgy kicsit elengedtünk egy-két dolgot. Jó, DJ Oti nem tud repülőre ülni, beteg most, és
ezért mondta le az európai turnéját. Nem, nem érkezett hazánkba. Nincs Jóti, nem érkezett. Nem találja a pendrive-ját. Igen, nem találja. Nem találja a pendrive-ját. Jó van. Na, ennyi volt az ismétlés, reméljük jó volt. Most akkor megmutatjuk, hogy mik a legfrissebb hírek, mert hogy fél hétig elbeszéltük az időt. Hunanyár, ezt kérdezitek. Hát ez az hum van. Tegyük be valamikor, nem? Lesz, na, azt lehet, lehet. Na, azt viszont meg tudjuk ígérni. Futtassuk föl. Futtassuk föl, úgyhogy lesz hunanyár. Na, az is lehet, hogy 7 óra után odapirítunk ezzel a dalocskával. Jó, fél hét van, pontosan jönnek a legfrissebb hírek, ha játszanátok, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc van pontosan 7 óra. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Nem úgy volt, hogy nyugdíjba megy? Ha, de, de minden. És innen... leteszi a pendrive-ot? Hát. Élő fellépés, nem, már ez ugye muha. Tehát, hogy, ez jó, hogy korán reggel. Hát, élő fellépés. Picit később kapcsolatban. Élő fellépés, igen. Igen. Tehát igen. Nem vállal színpadi munkát. Mert ő is ott van az élő. Hát nyilván. Akkor így kell megfogalni, nem vállal színpadi munkát. Én láttam az Avicit a szigeten. Az nagyon nagy kemény, buli. Nagyon kemény volt. Úgy szólt a pendrive. Hogy legalább néha letenné a kezét. Mert akkor azt gondolt, hogy csinál valamit. Uh-huh. Mert fönn a két kéz, tapsoltatás, kimutatás, te vagy. Vagy van egy nagyon ügyes harmadik végtagja. Lehet, hogy azzal csinálja. Igen. Rájöttem a háromszögre, ami a play-nek a jele. Aha. Most megy ez a szemét reklám, ami egyébként nagyon szellemes, de annyira szemét módon ábrázolnak bennünket. Erről tegnap ugye beszéltünk, az Osztrák Vasúttársaság csinált egy kis filmet arról, hogy kikaptak az osztrákok. És hát azért nagyon csúnyán ábrázolnak bennünket. Hát nagy sörbóccal. Borostása, magyar zászló a nyakukban, gulyászabába, hát. Kicsit foltos pólóban. Ő pedig ugye az osztrák csávó, meg egy kis szépen vasalt ingben ott ül. Sármos 40-es, aki igen. szépen ja. Öregszik, úgymond. Ugyanakkor, hogyha belegondolunk, hogy igen, fáj nekik, de hogyha minket így ábrázolnak, és mondjuk ilyenek a magyarok szerintük, és az ilyen magyaroktól kaptak ki 2-0-ra, az még inkább ciki nekik, nem? Tehát, hogy hát ez az. Picit ennyi. Így. Ennyi. Na, megnézzük akkor, hogy ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Hajrá, magyarok! Sziasztok, jó reggelt! De kár, hogy nem ma van, mert akkor ma is tolnánk. Jó lenne, sziasztok, Sanyi vagyok. Hello, Sanyi. Hello, hello. Pont most néztem át az egyik bulvárlapot, és olyan jó volt látni, hogy Magyarország az első a csoportban. Egyetértek. Ausztria 0, Portugália 1, Izland 1. Annyira jó ezt így látni, hogy így az emberek ki kell élvezni minden ilyen pillanatot. Egyetértek. Nagyon jó magyarnak lenni. Most is. Abszolút, hát reméljük holnap. Ott ülünk a tévé előtt, az biztos. Nézzük ki itt, ki ott, de nézni fogjuk, az egész biztos. Na, Sanyi, hát elég arcoskodó, amit írtál. Azt mondtad, hogy az év egyik legjobb játékosa lennék. Komolyan? Hát remélem, arcoskodóan jövök, és remélem úgy is megyek. Hát úgy kell menni, Sanyi, egy ilyen SMS után úgy kell menni. Igen, az kötelező győzelem. Az egyik, hát ugye a helyezést nem írtál, de az egyik lesz. Az egyik. Ez egyik. Ez egyik. Kivel játszanál, Sanyi? Veled, Balázs, csak is veled. Jó, hát akkor legyen. Megpróbálok szétszedni, aztán majd a végén meglátjuk, hogy sikerül. Az én fényem ebben a játékban már nagyon megkopott. Szóval, hogy sebezhetővé váltam én azért az utóbbi hónapokban. Volt egy nagy diadalmenet néhány éve, de aztán kizavartak a pajtába, és onnan már nem nagyon tudok visszajönni. Néha nyerek egyet-egyet, de... Na, hát ezért lehet, hogy ebből is az ilyen osztrák-magyar típus, olyan ilyen Sanyi Balázs lesz. Remélem, ezt a tendenciát megerősítem, magyar. Na, mehetünk? Igen. János? 3-2-1 fire. Na, itt vagyok. Kérdezhetek, Balázs? Szeretném? Persze. Na, kérdezzél, figyelj. Hol fogod nézni a meccset? Baráti társasággal valahol. Az még legyen titok. és milyen mezbe, milyen színű mezbe fognak játszani a magyarok? Milyen mezbe? Segíts egy kicsit. Hát az egyik tiltott szó, a másik szerintem piros. Piros mezbe fognak. Tehát a tiltott szó és a piros. Te hol nézted az előző meccset? Én pont itthon néztem, pedig nagyon el szerettem volna menni egy pubba,
szeretek kijönni, mikor nézek meccset, de sajnos ez nem jött össze. Ajajaj, ott van már a nem. De már fősikoltottunk, mert volt egy fél igen. Mi már előtte összenéztünk, mert volt egy fél igen. De így meg kint van a nem is úgy, hogy... De a 39 másodpercesek között az egyik legjobb voltál. Szép volt, Sanyi! Szép volt, Sanyi! Jó, Sanyi! Sanyikám! Töltetek belém, Pedig mondom, hogy nem érzem a vitalitást magamban ma annyira, hogy felrobbanó energiával mentem volna neki ennek a játéknak, és neked simán belenyugodtam abba, hogy ma nagyon-nagyon kikapok, de azért jól esik. Azért jól esik. Nem baj, Sanyi! Így is, így. Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! Sanyikám! Köszönjük! Köszönöm szépen a játékot! Köszönöm! Holnap 6-kor találkozunk. Lélekben. Ciao, ciao. Hello. Gyerekek, 4-1. Ennyi. Kicsit megszoktam már mindig, hogy pénteken érkezem. Ez most ilyen pénteki játék. Pénteki hétköznap mindig ti játszotok, engem egyszer választanak pénteken. Fáradt kiégett adja. Igen. De a tested gyönyörű fáradt lázban ég. Így van. És még oda tudom tenni magam egy ilyen kis nyugger játékra pénteken. Jó van, na, hát akkor behúztuk ezt a helyzetet, és jó van. Volt egy pár elengedett hetünk. Volt egy pár. De ez a miénk. Igen. Focilázban égünk, Ronaldótól se félünk. Na jól van, oké. Ez majd a portugál meccs előtt. Akkor mi nem leszünk, nem tudjuk megvitatni most az eseményt. Mire visszajövünk, addigra vagy nagyon örülünk, vagy nagyon szomorúak vagyunk. Szerintem mert szomorúak már nem leszünk. Egyébként így van. Szomorúak már nem leszünk, így viszont van. Viszont az egyenes kiesése már újra adásban vagyunk. Ugye? Hát az jövő héten... érintve leszünk. Jövő héten egy meccsünk van, szerintem aztán pauza van egy kicsit. Szerdán. Igen. Azt hiszem, most szombaton van az Izland, Portugál szerdán, és addigra azon mire visszajövünk. Azon a lemennek, és mire visszajövünk, addigra megjön az egyenes kiesés. Mindent tudunk. Hát holnap már eldől, hogy tovább jutunk-e egyébként. Az oroszokkal lassan már nem kell számolnunk, majd a 16 hát, között. Ugye kizárják magukat szépen. Normálisak. Nem. Tehát, hogy de ezek egyébként nem is szurkolok. Tehát hogy én azt gondolom, hogy akiknek kétszer-háromszor is elmondja a Nemzetközi Szövetség, hogy gyerekek, ha tovább balhéztok, akkor a csapatotok a nemzeti 11-ben megy haza szépen, aztán lehet majd otthon bagánykodni. Ma is tegnap sohasem megint meghalt egy szurkoló. Tegnap is meghalt. Normálisak ezek az emberek. Nem? És nem ezt azért tényleg sehol máshol nem hallott, csak a focinál. Ez annyira ront rajta. Nem? Hát azért ez nincs máshol. Elmész drukkolni, ezt belehalsz. Igen, gyakorlatilag ott tartunk most, hogy nem a terroristáktól kefélni, hanem a fotbalszokoloktól. Pedig hát ugye mindenki azt mondta, hogy húha, lesz baj. Hát igen, Marseille-be azért nem tudsz elmenni, mert ugye ott hadszintére változtatták a szurkolók Marseille-t, és egy csomó inkább itthon maradnak. A családosan mondják, hogy ők nem. Na jó, van, elmenjünk egy picit reklámozni. Jó, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek 3 perc múlva 7 óra, jövünk a hírek után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Visítva nevetgélnek rajtam, a hideg víz az oka, hogy kicsi a fárnyéka. Ádám lengyében keresi az Évát, de nem lehet más, csak Bélát, hát kiferri a részpipáját. Klassz FM hallgató, folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Sivetet a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után. Na, a gyerekek, ott álljunk. Valahol föl kéne lépni ezzel a dalal egyébként tényleg. 2 óra után vagyunk pontosan. 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, és péntek van, és jön a jó idő. Egész jövő héten egyébként nem nyúltunk mellé, záporzivatal, de 30 fok, szóval hogy azért hogy megérkezik ez a nyár. Még az eső is meleg ilyenkor. És az eső is meleg. Ugye ez az, hogy nálad esik 10 km alá, meg süt a nap, ilyen idő lesz, tudod. Tehát, hogy ahol vagy éppen szerencsefaktor dönti majd el, de klassz idő lesz. Rugalmasnak kell lenni, folyamatosan mozgásban kell lennünk. Ez igaz. Hát, milyen idő van? Oké, szállj, jó, átszaladok, ülök az autóba. Megyek oda, mire odaérsz, ott esik, visszamész, igen. Viszont csinálunk még 8 ilyen számot, és biztos, hogy borítékolható, hogy lesz egy arany, meg egy platina lemezünk később. Most már ráadásul elég kevés eladott példányból adják, úgyhogy... Igazából. Ennyi. Nem is tudom, mennyi 7000-et most a... Ó, valami nagyon ilyesmi. Igen. Tegyük föl akkor oda a cenzúrázatlan változatot is. Igen, extra. Rejtett trackként. Rejtett trackként, bónusz trackként a cenzúrázatlan is. De rossz az, aki rosszra gondol. Ugye? Hát nincs ebben semmi rossz. Semmi. Ha te a fejedbe oda teszel valami mást, teled van a hiba. Tessék aláhúzni azt a sort, ami kifogásolható, ha találnak benne ilyet. Mi?
hogy részpipája. Hogy enemás. Csácsú, mit csinál? Enemás, csekk. Volt már abból néhány, nem? Egyet több vagy, kevesebb. Nem baj, Peti, megvan jövő nyárig. Az biztos. A videóklipre egyébként gondolkodtam, hogy ez kinek is jó. Neki. Hát mindennek egy gag. Emeltünk. Én benne minden vagyok, mondom. Ha ti ki tudtak ütni egy fél napot a nyárból, én szélesen elmegyek ökörködni. Mondta, írt valami e-mailt, hogy valami vízparton akarnak valamit bohockodni, hogy ott ő strandol, és akkor mi megérkezünk a strandra, vagy nem tudom. Látom magukat. Valami, de ez a koncepció. De lefarolunk valamivel. Még azért nem Oscar esélyes a storyboard. Tehát, hogy ez a legjobb forgatókönyv. És nagyon precízen kidolgozott forgatókönyv, érted, gondolom, már storyboard is van. És akkor ezek vagytuk, nézzük, hogy igen, le van rajzolva már minden. Igen. Innen jöttök, oda mentek. Jó lesz. A nyíl mutatja az irányt. És kb. Ennyi. A dal jó, szóval azt kell mondjam, hogy állandóan ezt dúdolom. Már tudtam, hogy ez a dal jön, és már kezdtem előre dúdolni, és egész nap ezt fogom dúdolni. Nem tudom, honnan nyúlta, de jó. Vannak tippjeink. Ugye? Hogy nem tudom, mi az eredeti, de igazából jó. Igazából tényleg. Tényleg jó. Ilyen válogatott kéne a magyar himnusznak, írta Endre, ez nagyon állat. Gyerekek, végig táncoltam a héven, adjátok le még egyszer. Nem, még egyszer nem tudjuk, de majd adjuk. Majd, ahogy visszatérünk akkor. Igen, az orromon jött ki a kakaó a nevetéstől, Démien küldte. Ez de rossz. Ez egy új Nox dal, kérdezik. Igen, Noxos, kicsit Noxos. Igen. MC haver és a Nox összemixel. Sokkal jobb, mint a Hunadal. Ja igen, azt hittük, hogy Peti ezt nem tudja felülmúlni, de talán még slágeresebb lett, igen. Köszönjük szépen. Na, ma még van hűtőjátékunk, többen kérdezitek, lesz még. 9 óra után még valaki lehetőséget kap, hogy nyerjen egy hűtőt. Nem már 9 után, az a kérdezfelelekből veszi el az időt. Legyen előbb? Nem. Elkerült és a V-betű a táblára, bármit csinálunk. Ráadásul kettőt kell játszani. Tudod, a hétfői majdnem nyertesünket is. Az igaz. Le kell ma játszani. Játsszuk akkor 8 után. Benne vagyok. Nekem mindegy, de sokkal tök igazad van. Maratont. Csak miattad kérdezzük fel, mert mostanában egy csomó ilyen fullos macska hintát sorsolt. Mert hogy látom, hogy láttam be, most igenéztem a kis stúdióban, és láttam, hogy egymás hegyi hevernek a macska hintát. A macska hintát, és egyik másik elképesztően fullos. Full extrás macska hinta van, de az nem egy 9 előtt képzelni. Képet kaptál róla, tehát tudjuk, hogy néz ki. Viccelsz. Elektromotor hajtja. De ma, mit tudom, érzékre színes papagájtollak vannak rajta? Vagy azzal van kibélelve, igen. Azzal van kibélelve, hogy a macskát nyugat. Szegény Feri már is full extrás. Jött ki a stúdióból, oda vágtál, Feri, jó lett? Ez mondom, most nagyon jó lett? Szegény, láttam egybe a papíron macska hinta. Nagyon jó meg ajándék vagy te van. Ezzel. Nagyon jó ajándék van, úgyhogy de a gazdákat is elküldik. Jó ajándék egy. Tényleg, egyébként a gazdák örülnek. Na, hát és ezért macska hintát berakod és hintáztatod? Magától hintázik a macska. Nem áll. De szólt a macska, hogy én akarok egy hintát, és azért gyártott. Ez hogy van? Egyszer csak egy macska föltette a kezét, és azt mondta, szeretnék hintázni. Oh, jó, gyártsunk macska hintát. Rendben, ezt úgy szereti a macska. Hogy van ez? Egyébként az van, hogy tényleg szeretik. Komolyan mondom, nekem sosem volt macskám. Én már láttam. De szoktad te így a karodba hintáztatni a macsest, vagy mi? Nem, ezért kell neki a hinta, mert a te karodat nem szereti, viszont a full extrásot, igen. Hát figyelj, meg tudjuk beszélni. Hát ha marad még egy. Miki örülne neki szerintem. De én bele tudok ülni? Hát ez olyan hinta? Nem, ez a macska tud. Tehát nem úgy van, hogy te beülsz a hintába, és a macska az öledbe ül, ez csak a macskáé. Azért érted, exkluzív. Ja, most látom, hogy mi ez. Menő, mi? Ez nagyon menő. Úgy néz ki, mint egy ilyen baldahinos ágy, ami ugye fölül van megfogatva, lógnak le ilyen rongyok, és a macska három különböző szinten pihenhet, két párna van berakva, egy ilyen piramis alapú kis lógók is, nem tudom, ilyen baldahinos cuccot kell elképzelni, alul meg egy ilyen, hát egy ilyen tartószerű, hogyha ő abban szeret pihenni. Hát érted. Nagyon beteg. Megmondja. Ez egyébként, hogy ti állattartók, akik ilyen kedvtelésiek vagytok, tehát hogy nem élelmiszer alapú, az állattartás, hanem kettelési, irgalmatlan pénzt el lehet költeni. Ilyen, nagyon sokat. Tehát a gumicsont, ami a fogat erősíti, de közben sípol, hogy a kiskutya jól érezze magát, az aranyhörcsinek a futtató, hogy hívják ez a kerék, érted? A papagájnak a nem tudom milyen szépia csont, amit a csőré koptatja. Hogy? Tudom. De eddig ide az állatok eddig tudtak élni ezeknek. Tehát évezredeken keresztül boldog most macskák. Most már nem tudnának élni. Ja, nem voltak igazán boldogok a macskák. Annyira elkényelmesedtem, annyira hozzászoktak, hogy van macska játszótér, macska mászóka, macska hinta, minden van. De a szobát kis sarkába behelyezel egy ilyen mászókás. Nem a szobám, a szobája.
És te vagy a rabszolga. Lehet, ezért nem bírom a macskákat, igen. Ő kiszolgáló személyzetet igényel, és csak akkor... Igen. Ugye? És csak szeretem akkor találkozik, ha ő akarja. Egy állat valahogy feltétlenül szeret, és mindig vár, és mindig örül, és úgy fel. A macska nem ilyen. Pedig nem kevés párhuzam van a macskánk és a te jellemed között. Akkor ezért csak nem bírja. Csak így finoman jelzem. Hát te tudod, hogy hasonló, tehát hogy az nem jön, nem jön. Ugye nem jöttök ki egymással. Tehát, nem jövünk ki egymással valószínűleg, valami hasonlóak vagyunk, tehát nekem mindig kutyám van. Vagy a macska allergiám, és azért nagyban visszavet. Én bemegyek egy lakásba, macskát nem is látom, egy percben megmondom, hogy van macska a lakás. Annyira elkezd ömleni a könnyem, de milyen durva, hogy allergiás, hogy jön állatra, amit egyébként nem szeretek. Nem? Hogy hát hogy működik az ember? Hogy hasonló a macska jelleme, igen, meg az enyém? Igen, de mi milyen a macska, és akkor magamra ismerek. Tehát finoman jellemezd a macskát, és akkor nem bántasz meg engem. Akkor nagyon finom legyél. Mondd el, milyen a macska, és akkor megértem, hogy mit kell még javulnom, vagy hol kell még javulnom. A macska is elvárja a minőségi kiszolgálást, egy picit azért türelmetlenné válik, amikor látja, hogy már egyébként karnyújtási távolságban van a macska kaja, illetve a macska tej, és amikor már teszed le, akkor oda megy, és ellöki az órával a kezed. Hogy párhuzamot vonjunk, akkor én engem úgy képzelsz, hogy ülök az asztal előtt, ütöm az asztalt, jön Viki, innen, kikapom a selszit a kezéből, hozzá még, majd zsört, fölkeltok a sört, és a Viki meg hozom. Ja, a macskát se különösebben zavarja, hogy ki előtt van az a tányér. Na ez már viszont én vagyok. Hát most Berinél, hát mit csináltam? Mindenkit körbe. Annyi a különbség, hogy te nem ülsz az asztalra, mint a macska, igen, de ez szerintem már csak évek kérdése, hogy öregszel. Ugyanoda járok egyébként piszkítani, ez jó, hasonló, tiszta vagyok, nagyon tudok dorombolni. A legszívesebb benne a macska és a saját helyén kakil. Igen. Ha kell, én is hazaviszem. Inkább teszek egy kitérőt. Ez a nagyon nekem tudok dorombolni, ez engem érdekel. Szeretem, ahogy nyúznak, csikiznek, engem csikizhetsz nyugodtan, bármikor masszírozási vágyad van, vagy hogy leggyúrnál egy kicsit, vagy csikiznéd a talpán, szólsz, jöhetsz. Jó. Ha megunod, te is harapsz. Oda kapok. Igen, szóval azért én ezért nem jövök ki a macskákkal, mert hogy úgy, ha akar, szeret. Ha akar, nem szeret. Neki van öntudata. Erős önképe van, így van. És bárkire ráerőlteti a saját akaratát. Bárkire. Meg a kutyának mondod, hogy Foxy, gyere ide, vagy nem tudom, hogy hívnak egy kutyának. Igen. Frak. Nagyon nagy közszeket. Frakhoz, ugye? Igen. És macska is nagyon-nagyon szeretető is tud lenni, de néha legszívesebben felrúgnád az egyébként. De ő például nem megy hát oda. Ez igazából ez a legnagyobb párhuzam. Köszönöm. Alapján, hogy nagyon szerethető ember vagy, Bali, mert néha felrúgdossánk az égig, de egyébként nagyon szeretek. Igen. Nem tudom, szinte mennyire nem nehéz velem. Szóval, hogy minél jobban öregszem, annál kényesültem. Igen, sokkal inkább hangulatember voltam, akár itt a műsorban is. Most viszonylag keletes teljesítmény. Valami, hát jövök be, és hátadra feküdtél, és akkor így szétdobtad a lábaidat, és kicsit emperektől, és így jelezted, hogy menjek oda, és kicsit gyökönyözzem meg a hasadat. Azt hittem, azt mondtad, hogy nyalogattam a golyóimat. Már jövök be, és a Bali, mit csinálsz, öltözővel próbálj érteni. Szelemelt lábbal. Igen, mint izé lővérted a német szövetségi kapitány, kis Dénis csekkoltam, hogy minden rendben van. A begyárkört. Megnéztem a tüzérnas polyáimat, hogy ott vannak. Hogy ott vannak még. Igen. Huszár tallér, vagy mi az? Na, drága hallgatók, egyébként elküldhetitek nekünk, mi volt a legbetegebb dolog, amit megvettetek az állatnak, azért, mert azt hittétek, hogy az jó lesz. Hát itt a madártartók, a kutya állatbarátok, a cicatartók, a leguántartók. Tényleg írjatok, hogy mit erőltetett ránk már a fogyasztói társadalom, mert ez baromi nagy biznisz egyébként, nem? Hát, hogy vegyél meg mindent, tényleg a fogkefe, fogkő letisztító csontot, amit a kutya nem tud elrágni, a bolhanyakörtől, a cseppen keresztül. Viszont keti arra pegészben lenyel, és keresztbe fordul a belejében, és utána el kell venni, és szerencsétlen meg kell műtetni. Igen. Úgyhogy a Benit egyébként, hogy annyira akar macskát. Megvan, megírták. A szibériai cica antiallergén. Komolyan? Egy szibériai macska. Az a baj, bemész valahova, macska van, ott macska szag van. Tehát, hogy az büdös, ott macska pisi szag van abban a lakásban. Ki kell cserélni az almot állítólag, az segít. Most nem? De nem, hogy a macskának sokat, van egy... Sokat dob a dolgon. Ugye? Tehát a macskának van egy jellegzetes szaga. Tehát a macska aló, meg az macska szag. Az egy ilyen kicsit ilyen erős, ilyen verejték, ez egy macska szag, nem, tehát nincs macska szag. Ivartalanítás után már ez nagyon erőteljesen csökken, és általában mondjuk a kammacskákra jellemző. Tehát a nősnék azok sokkal kevésbé
illatosak. Na, tehát neked egy szibériai ivartalanított nőstény macskára van szükséged. És az antiallergén? Kinti WC-vel. Antiallergén? Azt írják. Igen. Előállítottak egy macskát, ami antiallergén? Ja. Kereszteztek egy macskát, hogy legyen egy antiallergén macska. Ez is mennyire beteg. Nem? Hogy antiallergén macska. Ne, vegyél a Beninek egy Maine Coont. Az Maine Coon az olyan macska, hogy rákerestek, meglátjátok a képét, hogy majd ő viszi ki a Benit játszani. Akkora. Nagy darab. Képesztő. Nálok van a közelben egy nagyon jó szocializált Maine Coon, és amikor először megláttam kint az utcán, így megálltam. Hogy írják ezt? Azt mondja, hogy Maine Coon. Ja, én beírtam, hogy Maine Coon. Ja, nem dobott ki semmit. A megvan, már ki is dob. Maine Coon macska. Az a Maine Coon macska. Maine Coon. Maine Coon, aha. Aha, nézzétek. Jézusom! Igen. Ez 40 kiló. Kb. Mint egy hiú zakkora. Jézus. És kezdve, amikor így megállott a környéken, tatarmányat érnek a sarkánál. Nem, ne menj oda! Gyere, Pisti, gyere! Arra most nem megyünk. A szörnyet, vigyázz haza! Nem akarok úgy fölébre nézni a macska, hogy néz rám a szoba másik oldalán. És megnyalja a száját. Fekszik a melkasodon. Csak ki fekszik a melkasodon, és vizsgál, tudod, megnyalja a száját. Most fel a villanyt, valami nem kapok levegőt! Kopasz macskát kell vennem annak. Az egyik szintén. Az nagyon stenyek is tofos, az megint áthallásos. Ja, neki valami kínai kopasz kutyája igen, van, igen, volt, akkor nem is. Tudom. Aha. Nem álltok erre. Meg az a baj egyébként, hogy azokra nagyon-nagyon oda kell figyelni, tehát hogy tényleg öltöztetni, ruháztatni, a hátvéért. Ezt már sokszor elmondtam ebben a műsorban, hogy ezt kikérem maga. Tehát az állat jó, nem életre van. Való, akinek kabát kell. Tehát, hogy az... Zsiga, most ide adja a kis bal mancsát, most a kis jobb mancsát, felveszük a kis írhabundánkat, és kimegyünk pisilni. Te a szibériai viszont jó fej. Igen, azt írják, hogy jó a szibériai? Nem, én csak képre kerestem rá. Mit csinálok, amíg elmegyek nyaralni például? Vagy, tehát hova teszem a macskát? El van egy hétig, megmondom, oda tolják, itt maradsz, őrzöd a házat, csönd vagy, el lehet menni? Mindig kutyát például sajnálékot hagyni. Neki, ha. Ó, na jó. Át tudom dobni? Át lehet hozzátok dobni? Ne, szerintem csináljátok azt, hogy fogsz egy 25 kilós macskaalmozsrákot, meg egy 25 kilós macskakajászrákot, az oldalát snitzerel mind a kettőnek megvágod, ezt viszontlátásra. De most ott lehet hagyni? Tehát ő el van, nem? Nem áll bosszú. Nincs ilyen düböl kakilás, mint a kutyánál, tudod? Itt hagyták is gazdám, összegittele. Ősz mindenhova jött, de a macska nem csinál ilyet? De. Düböl összekakilja. Istenem, a csontvári! Igen. Nem azon csak egy ilyen... Az összes bőrkabátom, tudod, néha, minden, figyelj, a konyhabútor. Néha megőrül például, Mikinek vannak olyan rohamai. Ez akkor lelövöm. Volt olyan, hogy például Móni nem mert kijönni a szobából. Mert kint volt ilyen vérben forgó szemekkel, nem tudjuk, hogy miért, időnként megőrül a macska. És akkor beterrorizál? Hát az, amikor állsz vele szembe, és nem mer semmilyen irányba lépni, mert látod, hogy a farki így össze-vissza jár, és megtámad konkrétan. Ahogy hátat fordítasz neki, utána rohan, ráugrik a lábadra, és beléd harap. Jaj, de jó, hát ez kell nekem. Ugye? Örül. Mert minden nap valami izgalom. Igen. Macska tartok. Igen. Én nem az a dögunalmas, hogy kutya, szólsz neki, csontod, vízét, botot eldobod vissza, az, a macskánál van izgalom. És már messziről hallod, már ver le a víz, hogy hallod, hogy távolul a kis, mert Mikinek is van kis macska csengője, hogy elriassza a madarakat, mert már megmondtuk, hogy állna hordja haza az összes ilyen 20 000, 30 000, 40 000, 60 000 forintos eszbe érték, hogy felbecsülhetetlen értékű, tudod, hogy hazahozott egy kerecsen solymot. És raktunk a nyakába egy ilyen kis csengőt, hogy elriassza a madarakat, és már messziről tudod, hallod, hogy gyors, hermetikusan zárod az ajtókat. Nagyon beteg dolgot találtunk. Ugye az volt a kérdés, hogy írjátok meg nekünk, hogy mi volt a legértelmetlenebb dolog, amit megvettetek már kutyáknak, vagy macskáknak. És Anna átküldött egy oldalt, nagyon jó. Van például kukkoló ablakkerítéshez, ami úgy néz ki, hogy megvan a fakkerítésed, és mint egy ilyen óceánjárónak az ablaka, kijön a kerítésről, ott a kutya ki tud nézni, hogy lássa, mi történik az utcán. Nagyon kukkoló ablakkerítéshez. Minden kutya szereti látni a többi ablakot. Átnéz a fakerítésen, van egy domború üveg, amin a kutya ki tud nézni. Nagyon jó. Ez szalonna illatú buborékfújó kutyán. Nem viccel el. Szeretik üldözni a buborékot, és a szalonna illatú szappan buborékra még inkább mennek. Egyébként, amit utána elnyammoghatnak a kutyák. Van kutya parfüm. Ez 70 dolláron kapható már. Tök olcsó. Keveredik a szoba illata a kutya illatával. Az alig 20 000 forint, azt szerintem megéri van. Mondom rá a következőt, etetőszék kutyának az asztalhoz rakható kis csivavákat bele lehet ültetni, fölrögzi, ott ül benne a kutya, felrakja a két kis mancsát, és elfogyasztja az ünnepi vacsoráját.
Kutyatanga, van ilyen is már egyébként. Két angol buldogot mutatnak rajta, szépen a kutyatanga. És bevág a fenekébe? Ugye ez például, ha tüzel, akkor kicsit vérzik. Nekünk igen. Legalábbis a snacink egy kicsit mindig vérzett, és akkor mi is bugyítottunk rá otthon egy betéttel. Na erre már föltetni kutyatanga. Hogy ne csöpögjön, így van. Macska francia ágy is van. Amiben ketten tudnak befeküdni az ő kis társával. Kutya ékszert is lehet tenni már kutyákra. Végbélnyílás takaró. Erről ugye beszéltünk már egyszer nagyon régen. Ha nem akarod, hogy látszódjon a kutya kis csúnyája, akkor egy kis virágmintás ragasztót felraksz oda, és kitakarod a végbelét. Igen, mert az olyan illúzió romboló, nem? Nem szép. Szép. Elől olyan szép, olyan kis csecse oda, meg megsivogat, aztán amikor megfordul, tudod. És igen, a csúnya meg odaragad valamit, tudod. Ez tényleg nem néz ki jól, ezért felrakhatsz a végbélnyílásra egy kis takarót. Most szoktam úgy nézni a tévét egyébként, hogy elfekszek a padlószőnyegen, és akkor, amikor a Miki így megjelenik, végdörgöl így oldalról az arcomat, és aztán megáll. De úgy áll meg, hogy 5 centire van tőled a nyílás. Ez egy picit illúzió romboló tud lenni. Nagyon durvát mondok, kutya szexjáték. A kutya ki tudja élni mindenféle vágyát, azon a kutya alakú műanyag játékokon, nagy csőrrel, nagy kutya. Fenékkel, fantom kutyák. Így van. Fantom láb, mert francia. Egyébként a kis kutyák, tudod, oda megy az ember lábához, átölled. Na, ezt le tudod tenni. Azt mondja a francia cég, aki gyárt, hogyha nincs kutyád jó dekorációnak, ha van, tedd le, neki imádni fogja. Nem kapja el többet a lábadat. És a lehető legbetegebb az a kaki kijárat, ami arról szól, hogy egy zacskót rögzítesz a kutya fenekére, és úgy csinálják meg, hogy már nem kell állandóan összeszedned, hanem ott van végig a zacskó. Megy a kutya, és egyenesen belenyomja a zacskóba. Hopp, leszeded a zacskót, és összerakod. Ezt föl tudod rögzíteni a nyílásra. Hát ez szerintem szadizmus, az, de... Igen, az már picit fura. Kicsit. Nem érez semmit. Azt mondják, nagyon barátságos, szeretik a kutyát, eltávolítod a zacskót, és utána... Vagy a praktikus tud lenni, mert hosszú szőrű kutyáknál, ahol hátul is hosszú a szőr, ott azért szokott nem lenni gondok. Rossz, igen. Én fésülgettem azért, nem túl nagy kedvel korábban. Szóval, hogy vannak érdekességek. Na írjátok meg tényleg, mi volt a legbetegebb dolog, amit ti megvettetek, jó? Kutyának, macskának, papagájnak, kígyónak, békának, amit nyilván vagy rátok beszéltek, vagy úgy éreztétek, hogy jó lesz, aztán soha büdös életben nem használtátok többet. És hogy mennyibe került, mert azért ezek drágák. Bizony. Nem? Egy vagyont lehet elküldeni teljesen értelmetlen dolgokra, háziállatoknak. Írjátok meg, jó, hogy mi volt, amit vásároltatok, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! DJ Oti ugyan visszamondta a koncertjét, mert beteg, és ezért lemondta az európai turnéját. Üzent a rajongóinak. Így van, de a Kabala kulcstartó pendrive-ján mindig van legalább 30 gigányi anyag. Így van. Üzent magyarországi helytartóinak, hogy nem sokára érkezik, és folytatja európai turnéját, kicsit visszavonult, ezért a mai koncertet le kellett mondani. De lélekben azért ez a szám azt üzenti, hogy DJ Oti gyógyult. Igen. DJ Oti éledezik, és nem feledkezett meg magyarországi rajongóiról. Igen. Magyarországi helytartóiról. Ha valaki becsukta a szemét, azt látta, hogy jön. Igen, a mai koncert betegség miatt sajnos elmarad, amit ígért DJ Oti, de üzent azért, hogy itt van. Itt van. Veletek egy jó kis Robert Miles-a, úristen, mekkora zene volt ez. Ez ilyen, hát nem is, hogy 92-93 környéke ez is. Egy jó Children. Nagy zene volt. Nagy zene volt. Neked. Egyébként ez nem volt. Nem volt rossz. Nem. Ennek hangulata volt. Nem a tufa jöttél? Nem, jöttél haza a kamaszkorodban, valamelyik buliból. Kicsit hátra nyáron, szerelmesen, 92-93 környékén, és szólt ez a dal, minden rádióból egyébként akkor, és úgy érezted, hogy ez olyan hazavezetős kis dalocska. Szóval Oti üzent, hogy Oti nem sokára Európába látogat. A szabadság után. A már ígért koncert csúszás miatt sajnos elmarad. Na, nagyon sok SMS jött egyébként. Ugye arról beszélgettünk, hogy ki milyen értelmetlen dolgot vett már meg az ő kis állatának, és felsoroltunk egyet-kettőt, hogy hát tényleg ez eszméletlen idiótaságokat kapni kutyáknak, macskáknak. A kedvencem egyébként a kerítésre építhető kukkoló rész. Nagyon jó.
ami egy üvegbúra, ahol a kutya ki tud nézni a kerítésen, és látja, hogy mit történik az utcán. Szerintem egyébként ez nagyon jó. Nem szorul be a feje, nem tudják bántani, oda ki szépen fölteszi a kis állacskáját, néz balra, jobbra. Igen. Na, hát rengeteg SMS, hogy ki milyen hülyeséget vett már meg, vagy hallott, hogy a szomszéd, a barátja, ismerőse megvette háziállatának. Asztalos műhelyben egy férfi a macskájának 2 darab etetőszéket rendelt, egyet otthonra, egyet a nyaralóba. Sírtunk egy napig, nem hittük el. Megcsináltuk 35 000 per darab árért. Imádlak benneteket, jól műsor. 72 darab etetőszék a cicának. Hát, na jó, hát egyszer érted, szerető ezt az állatot. De ráadásul a macska nem is ilyen odaülős, vagy igen? De ez igen. Ja, ő olyan. Igen, őt rászoktattál. Vagy igényli a törődés. Cicafenék ékszer strasszokkal kirakva, ami farokra rögzíthető, virágszívecske, vagy akár csillagalakban. Mm-hmm. Egérszagú műegér. Egyébként ezt is megvettem, a cica azóta is a cipő fűzőmmel járt. Hát igen. Képes voltam, nekem cicám van, képes voltam Ausztriából rendelni macskaházat, mert nekem csak azt tetszett. Majdnem annyi volt a kiszállítási díj, mint maga a macskaház. Az összeget nem írom, mert a párom is hallgat benneteket. Anita küldte nekünk. Itt van egy hallgatónk a vonalban. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Niki, na te mit vettél? Hát én egy ilyen nakozó ás hülyeséget vettem a cicának, 25 000 forintért megrendeltem. Napozó ágyat? Igen, egy olyan, mint egy hinta ágy, olyasmi, és itt hatalmas napernyő van felette, hogy ugye cica így odafekszik, és akkor nem fog leégni a napon. Nem mondod komolyan, hogy vettél napernyőt, hogy ne égjen le a cica. Igen, hogy oda feküdjön, csak hát ugye kihozták, 25 000 forint volt. A cica ránézett, és többet a közelébe sem ment az egésznek, tehát ez nagyon jó üzlet volt. Pedig úgy elmozták, hogy kifejezetten szeretik a cicát, mert ilyen csalogató illata van. Vagy az, hát valaki csalogatott. Ez nem jött be. És soha többet nem ment a környékére a macska. Nem, rá sem nézett, egyszer se feküdt bele semmi. Az általában egyébként ez van, nem? Annyira. Mi náluk is volt egy ilyen, egyszer vettünk a macskának egy ilyen macska mászókát. Aztán az lett a vége, hogy Móni valami házi kondizásnál ráült bicepszezéshez, és letört a teteje. Macskát egy percig nem érdekelt az egész, viszont ha ledobsz elé egy fültisztító pálcikát, megőrült tőle. Igen, szóval tényleg így van. Na, megérte a 25 rongyot, ugye? Ez az. Egyszer élünk. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Hello. Itt van velünk András. Hello, András. Jó reggel. Ja, sziasztok. Szia, András. Na. Hát mi egyszer Londonban voltunk ilyen karácsony környékén, én egy konferencián, a feleségem meg csak kikísért, és ő talált a Harrods nevű áruházban egy 24 karátos ehető arannyal bevont karácsonyi pulykaízési, ízesítési kutyacsokot. Nagyon kell. Az... nélkül nem élet az élet. Megvettétek? De... hát az igazság, a konferencián ültem, és egyfolytában csörgött a telefonom, és mondom, nem értem, tudja jó, hogy konferenciát nem fogom fölvenni, és akkor a szünetbe kimentem, és mondta, hogy van egy óriási üzletet talált, mert hogy állítólag ez nagyon jót tesz a kutyának, mert hogy tisztítja a beleit, és hogy mindent, és hogy ezt meg kell venni, és így fogtam a fejem, ráadásul a Harrodsban, de amikor elmondta az árát, akkor azt mondta, hogy tulajdonképpen poénnak is jó, hogy elmondhatjuk, hogy legalább a kutyánk aranyat tojik, tehát igazán mi volt. Miért, azért miért, a 40 mert? Font azért az nem kevés. Hát nem kevés, de sztorinak jó, tehát igaz, nem, egyébként valóban nem kevés, de Harrodsos viszonyokban gyakorlatilag, hogy lehet bármit 40 fontért kapni, azt szerintem nem vészes, és meg tudtam, azért mondtam, hogy jó, drágám, vegyük meg. Pulyka ízesítési zseni, és még mi vagy, nem is ízlinek, tudod, hogy ne piszkál, 18 egyébként, karátos. Egyébként az a vicces, hogy nem szerette a kutyánk, tehát hogy nem ez volt a kedvenc játék, hanem volt ilyen gumikötél, és inkább azt rágta, pedig ott volt mind a kettő egymás mellett, és így sírtam, hogy könyörgöm, ehetnél aranyat helyezték köteleket. Képzeld, hogy a gazdagok egyébként miket vehetnek meg? Tehát az igazán gazdagok, ilyen nem tudom, ilyen szaudi, meg arab sejkek, meg az amerikaiak, tehát hogy ott mi mehet, nem? Milyen ágyakba, hova fektetik az állatokat? Teljesen beteg egyébként. Köszi, hogy elmondtad. Ciao, szia András, hello. Én vettem a macska távolságtartó sprét, hogy ne kapajra ki a virágokat a cseréből. Semmit nem ért. Mm. Azóta nincs virág a házban, ezt Tony küldte nekünk. És látod, ott is a macska maradt. Hát most, na, nem a virág. Tengeri malac sétáltató hám 3000 forintért. Még most sem hiszem el, hogy megvettem a gyereknek. Brigi küldte nekünk. Jó vagy, Brigi. Ilyet láttam. De sétált kis is? Állat, hát inkább húzzák. Ugye, tudod? Mert hogy ilyenkor leszokott fagyni az állat, tehát rárakják és állnak mellette. És itt tartják így a pórát, mert meg sem mozdul, nem érti. Valami van rajta. Vettem a lovamnak hátmasszírozó kesztyűt, kipróbáltuk, semmit nem reagált rá, azóta a szekrény tetején van.
kutya szobakennelt vettem 23 ezerért, egyszer próbáltuk ki, én bemásztam, a kutya pedig kint feküdt mellette, és nézte, hogy mit csinálok ott a bent. Mit csinál, ez nem normális, tudom. Gyerek, úgy így kell bemenni. És látni lehetett az állat szemében a szánalmat. Nekem papagájom volt, beugrottam neki a kereskedésbe elesége, de az eladó kislány olyan dekoratív jócsaj volt, hogy rábeszélt egy papagáj fürdőkádra, mondta, mennyire szeretnek a papagájok fürdeni. Azóta is értem, hogy lehetem ennyire hülye, ezért megvettem neki, mondanom sem kell, mennyire utálta a fürdést. Ricsi küldte nekünk. Mi hortozót vettünk a törpehörcsögünknek. Kutyapelenkát vettünk, két havonta 8000 forintért, írta egy másik hallgató. Aztán most készülök venni neki napozó ágyat. Hát akkor... Ja, nagyon helyes. Ha hallottad az egy perccel ezelőtti sztorit a 25000-es napozó ágyról, akkor engedd el. Vagy kiadjuk az SMS számot, és akkor... Sehés, 12-t ér odaadja, fél ár. Igen, híresen nagy állatbolond barátom, akinek 10 cicája közül az egyik lebénult, mondta az állatorvos, hogy van egy 300000 forintos matrac, ami masszírozza a cicát, meghosszabbítva ezzel az életét. Persze megvettük a matracot, a cica két nap múlva felfordul. Szegény. Mondj ez. 3 kilóért. Beteg a világ, gyerekek. Beteg. Igen. Kollégám macskája depressziós, ha egyedül van, ezért belekakil az ágyba. Na jó, most szállt el a Beni macskája. Hogy jó, hát ez most látom a gyerek macskáját elúszni, nem? Tehát ott de nem az eleven nyúznám meg egyszer, megittelne az ágyamba. Szerintem ezt a dolgot most félreérted, ez egy nemes bosszú volt a részéről. Én ismerek rockstarokat is, vagy olvastam rockstarokat is, akik hasonlóképpen álltak bosszú. Hát jó, de akkor sem. Boldogság hormon sprével kell befújni, ha arra jár, boldog lesz. Van konnektorba dugható változata is, a macska boldog lesz, és nem kakil az ágyadba, ha esetleg magára hagyod. Elég jó, nem? Én ezt nem akarom hallani. Nagyon-nagyon-nagyon beteg. Kiúszható macska kanapé, ez volt a legbolondabb dolog, amit megvettünk. Képzeljétek el, egy kétszemélyes kanapét, csak minibe. Hozzáteszem, egyébként le se tojta. És hogyha átjön a szomszéd macska barizni, és ott akar aludni, akkor kihúzod? Kihúzod, persze. Ha lesz barátja a kis macskának, akkor nem akarod, hogy máshol csinálja. Ha pasia ott akar aludni, akkor kihúzod, így van. Macskámnak vettem egy 40 kilós rottweilert, hogy együtt játszanak, de ez csak egyszer sikerült, egyszer játszottak együtt. Mopsz kutyának bőrkanapét sikerült venni, két másik ágy plusz hűsítő matrac, kétféle csonterisítő, béres csepp, több száz rágócsont, pedig csak 10 hónapos. Hát a béres csepp nagyon kell. Az fontos. Hát jó kis vas, egy kis C-vitamina, hát nagyon komolyan szükség van rágyvedni. Macska béres csepp. Kutyának vettem babakonzervet a kutyámnak, és szájvizet. Megette, megitta, aztán akkorát durrantott, hogy azt hittem felrobban a lakás. Mi is vettünk a kutyának az X-alakú fogerősítőt, fogtisztító sztikket, és hagyd ne mondjam, mind a két kutyút kicsit türelmetlenül, két perc alatt alig megrágva egyben lenyelte. Másnap röhögtünk, amikor nagyon nehezen jött ki a túloldalom. Egyébként tényleg ezekkel a kis pusztucokkal mindig az a baj, hogy a kutya nem igazán érti, hogy miről van szó. Tehát, hogyha veszel neki egy olyan csontot, aminek az a funkciója, hogy tisztítsa a fogait. Igen, emlékszem, Digo nevű rottweilerünknek vettem egyszer egy ekkorát, egy ilyen, hogy 30 cm rossz. És már nem volt a nyomrában. Semmi. Másnap keresztbe állt a rotti szemmel, amikor próbált Picit gúvat szemekkel kakkant. És kérdően nézett rá, segíts kizgazd. Ezt most miért kellett csinálni? Van most segíts. Húzd ki valahogy. Ah, nekem törpenyulám van, amikor megvettük, mondták, hogy vegyek sárgarépa tartót, hát vettem is, mondhatom, semmit nem ért, vagy átesett rajta, vagy a répa beszorult. Azért kellett elkezdenem laktózmentes tejet inni, mert az asszony a macskának csak azt vet, minden macska állítólag laktózérzékeny. Na, hát most meg hát váljál el! Most meg már végén. Már ne haragudj, de... Jó, ez így. Én már láttam. Jó, ez így, hogy nincs macska. Jó, hát mondjuk én majdnem belöntöttem először a kávémba, amikor a macska tejet. Amikor először megláttam, hogy van, igen, van cicatej. És ti vesztek cicatejet? Hát szoktunk, ha le van értékelve, megpapír szintén. Azért. Te ugyanolyan vagy, mint az SMS író. Most már küldtek egy SMS-t. Bevigyem Mikit. Béres cseppet is adtok a macskának egyébként. Az egyébként ez egy jó immunerősítő, mert ugye az állatok, egy csomó állat immunerősítő anyag is van, és a béres csepp sokszor olcsóbb, mint ezek. Aha. Mert tudod, ami speciálisan neki készül, az általában az drágább. És hogy bírták ki 400-500 évig, vagy 1000 évig mindenféle immunerősítő nélkül? Hát, hogy? Elpusztultak hamar? Hát, nem ez volt a gond, hanem hogy honnan szereztek macskahintát, illetve napozóágyat. Igen. Na jó, van. Egy full extra macskahinta. Mindenki nagyon beteg dolgokat vesz a háza állatainak, ez nagyon jó egyébként. Játszunk, köszönjük az SMS-eket. Mit mond Dóra, ez a kérdés? Visszafelé beszélünk. Nézheb élet a szív. Hozzáj állat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé.
Aki válaszol. Bocsánat, csak előtt azért van egy-két beteg kolléganőm, angol vécére szoktató fellépő szűkítő 16 000 ér. Nem, a moska, nem járunk a bőrből készült kutyafotel, 30 kilós angol buldogom meg 50 000 forintért, azóta is a kedvence egyébként. Kutya lépcső, hogy a kutya fel tudjon mászni az ágyra. Sajnos a Yorkie fél a lépcsőn, ezért továbbra is kézzel kell feltenni az ágyra. Micsoda véret! A Yorkie fél a lépcsőtől. Milyen komoly kutya, nem? Ő fél a lépcsőtől. Ne haragudj, kézbe kell fölvinni. A Yorkie fél a lépcsőtől. Hát, persze, ott egy lépcső. Halló, jó reggel! Jó reggel, szevasztok! Szia. Hello, Bea! Honnan hívtál minket, Bea? Salgótarjánból. Salgótarjánból, jól van. Egyetlen egy szólásmondás maradt mára. Tudom. Izgulsz? Nem. Nem izgulsz? Nem. Jó, adjuk mi, vagy legyen az, amit Dóra mondott föl. Mi is nagyon jót tudunk adni. Már tegnap oda azt pármán tudtak. Adjuk most milyen feladvány? Adjuk mi a feladvány. Jó. Nagyon hype-oltuk, nagyon-nagyon olyan lesz, hogy megőrülsz. Na, ez csak egy ilyen kis bónusz, jó? Aztán majd megmutatjuk az eredetit. Mehet? Ja, igen. Na figyelj, óra indul. Indul a görög aludni. Aztán neki! De jó vagy! Indul a görög aludni. Igen! Ez hogy szól visszafelé? Ja, ez nem az volt? Hogy szól visszafelé? Gyorsan gondolkodsz. Indul a görög aludni. Jó! Jó! Azt a mindenit. De beteg. Azt hiszem, megy alja. Mutassuk meg az eredetit? Megmutatjuk, jó? Hát csak egy kis. Figyelj, na, most jön a komoly feladvány, jó? Óra indul, így szól. Zéhen, tedzeg, nedném. Ajajaj, mutatom még egyszer, figyelj. Zéhen, tedzeg, nedném. Minden kezdet nehéz, így van. Miről hát minden beszélgetünk? Hát kettőt is megfejtesztél. Akkor ez meg volt. Meg. Ennyi. Küldjük az ajándék csomagot. Köszönöm szépen, nagyon örülök neki, fiúk. Bea, mi is örültünk neked. És nagyon jó szabadságot mindenkinek. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Így volt. Bea, puszi, ciao. Puszi nektek, sziasztok. Hello, hello. Na, drágáim, eljött a ti pillanatotok. Hölgyek, tessék jelentkezni a játékra akkor, jó? Hűtő játékunk, következik bossos játékunk. Sörös játékunk. Sörös játékunk. De azok csak is mellékesben. Focis játékunk. Focis játékunk. Én mondom a boss, hogy írjatok SMS-t. Ne habossatok. Ne habossatok. Írjatok. Írjatok SMS-t, jelentkezzetek a játékra, és dörgöljétek oda, férjetek barátotok orra elé, hogy amíg ő a tévé előtt mulatta az időt, addig ti rendbe tettétek a konyhát, és nyertetek egy vadonatúj hűtőszekrényt. Jó? Mi addig megkeresünk valami könyörtelen szabályt. Előjük a lest? Hát most már nehéz. A lesz könyörtelen, annál van sokkal jobb. Na nézzetek utána a szabályoknak, jó? És jelentkezzetek a játékra. Mi pedig jövünk nem sokára a hírek után. Open your eyes. Time to wake up. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk pontosan, 13 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Jön az, amit a kániak egyáltalán nem szeretnek látni az utcán, a kánikula! Úgyhogy vigyázzon mindenki! Meg a vihar! Afrikai szaharai hőhullám. Aha. Ezt olvastam, hogy ez jön. Hogy van ez? Próbálok visszaemlékezni, mert mi voltunk Afrikában, mondjuk nem a Szaharában voltunk, csak Dél-Afrikában. Ide fújt egy pintyet is. Mondtam, hogy a szólni akarsz, nem madárnyelven fütyögít nekem, mint egy tekingi kacsa, hanem mondjad. És tudjuk, hogy akárcsak karda beálltad, te is szereted friss pinty ürülőkkel kezelni az arcodat, de most léci, hajts ki a madarat. Igen, Zsűl belefütyögött itt, nem tudom, hogy ti hallottátok-e. Na, szóval, hogy milyen az afrikai? Mitől tudom, hogy afrikai? Hogy nagyon meleg, hirtelen beáramlik a Kárpát-medence fölé, a szaharai meleg. Aha. Egy ilyen erős, perzselő, mindent felégető, sok homok. Után semmit nem hagyó szaharai meleg jön hozzánk, ezt olvastam. Onnan jön ez a piros eső, vagy piros homok, vagy mi szokott lenni?
hagyjad mi engedjem. Valami megint összeolvastál valamit lefekvéssel. És ital után az a nagyobb baj. Kitoltad a hurkát meg a rozét, aztán elolvastál két veszcikket, és a kettőből összeállt valami a fejed. Biztos Kft-t énekeltetek, az volt az Afrika. És így aludtál erre. Tegnap mi már elkezdtük a szabadságot, összeverődött a kis lakóközösségünk tegnap este. Fejenként 5000 forintot buktunk el az esti mérkőzésen, a németen, mert hát mégiscsak a német a világ legjobb csapata, mondta ott Willi, köszi Willi, hogy hát emlékszel, hogy ők nyerték, mondja nekem Willi meggyőző erővel, hogy emlékszel, hogy ők nyerték a VB-t. Hát mondom, én konkrétan nem emlékszem, mert abban magyarok nem voltak, tehát én ezt nem néztem, de mondom, ha te mondod, akkor tegyük föl, tegyük meg tétjeinket. És így látod, hogy hopp, az elúszott. Aha, milyen utca volt? Jó volt? Hát nem volt, nem lehetett erős utca. Úgy volt, hogy azt mondja, 1-9. 1-9. Igen, nem volt olyan kiugró. Figyelj, az egy miért? Hát de hogyha így viszonylag biztosra mész, ugye? Nem mentél viszonylag biztosra, az egy a rangadó volt, tehát hogy a lengyel válogatott is nagyon-nagyon erős. Én értem, hogy erős, tehát, hogy de a mit mondunk mindig? A focit 11 ember játsza kétszer, azt mindig a németek nyerik. Na, így van. Hát most arra nem az 1-9. Nem szabad elfelejteni, hogy vannak a lengyel válogatottnak voltak már, hogy hívják kollaboránsai. És a német válogatnál van Lovszki térde. De érted? Hát erre alapozva azért földobsz egy ötöskét, nem? Hogy azért abból az majdnem 10, az 1-9-el. Ugye, kibír olyankor este már számolni, mikor mi fogadásokban monyolódtunk. A számítógép, hát mondom, picit megforgatjuk, képzünk egy jó tőkét, és akkor azt aztán tudjuk. Na, most egy fillérünk nincs. Az elment. Fillérünk nincs, és mondtuk, hogy mennyi gyönyörű fröccset tudtunk volna bevenni nyárra. Érted? Vagy valami okosba beletenni. Izlandi haver van. Valamit csináljatok. De hát Izlandiátok nem fogadunk, csak a magyar válogatottra. Ja, úgy igen. Na, játszunk ütős játékot? Mindenképpen toljunk egyet gyorsan. És aztán játszunk. Akkor én kimegyek tolni. Azt azon gondolkozom, hogy akkor hívjuk először a hétfő játékos. Igen. Ugye? Aki... Mi van akinek adunk még egy lehetőséget. Besós borszeszet. Leon egy picit megtántorodott, és neki esett az egyik. Tudod, hogy 8-kor ér le az első feles nála bent a kis fülkéjében. Szóval, hogy ki volt a hétfő játékosunk? Barbie. Barbie, aki nem nyert, ugye? Nem nyert. Hétfőn, úristen. Hirtelen, hogy egyetlen mondatával sztárrá vált, tehát hogy feltette magát megint a térképe. Voksán Virágról beszélünk. Okay? Igen, Voksán Virág véleménye az EB-ről. Meghívta a Mokka. Ez bátor azért, miután azt mondta, hogy lehet, hogy Argentina nyeri az EB-t. Lehet, hogy megint mond szorakozhat a dolgokat, igen. Hát, mondhatnak tényleg. Egy mondatot szabad, egy nagyon komoly párbeszédnek voltam fültanúja az egyes villamoson. Na. Két hasonló, hát kaliberű hölgy beszélgetett. Te figyú! Tunézia tagja az Európai Uniónak? Így nyomták? Ennyi. Hát biztos Tunéziának drukkolt. Hát persze. Máshova tájolta. Hát én most nem mozdult. Ha vagy oda megy nyaralni. Nem mozdult ki nagyon a szállodából. Hát ott volt medence, nem? Most nagyon nem ment sehova, hát nem nagyon tudta, hogy hol. Nem baj. Nekünk a lényeg az, hogy van egy Voksán Virágunk. Nekünk ő a Heidi, az opuszum. Nekünk ő a polip. Mi volt a polip? Aki mindig jó volt. Nekünk ő a Póla polip. Póla polip, igen, vagy Heidi a kancsal opuszum, mert egészen konkrétan az volt. Hát nekünk van Voksán Virágunk. Na, hívjuk akkor a játékost. Hát nekem gusztám, mint halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Nektek. Szia! Hello! Na, hát ugye te voltál az, aki ugye hétfőn, hát nem, ugye nem túlságosan jól vetted ezt az akadályt. Igen, így van, és most szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem nektek, marha jó fejek vagytok, hogy adtatok még egy lehetőséget. Ne, köszönöm igen. Szépen még egyszer. Igen, azt hiszem, talán az előnyszabályt kellett volna elmagyaráznod. Így van. Ugye? És azt hiszem, egy életre megtanultam. Igen, és ez nem nagyon ment, és akkor azt mondtuk, így hogy van. Jól van, akkor annyira jó fejek vagyunk, hogy akkor kapsz még egy lehetőséget. Igen. Készültél? Készültem. 4 napon keresztül bújtam az internetet, hát nagyon remélem, hogy olyan kérdést fogok kapni. Tehát igyekeztem mindent átnézni, átolt, tettik. Tanultam, szerintem iskolás korom óta nem tanultam ennyit, mint ebbe a pár napban. Tényleg? Bújtad? Esküszöm, bújtam, esküszöm. Bár nem úgy, hogy a Jani mondta, hogy egy liter kávé volt, de nagyon sokat, igen. Remélem, hogy
pozitív eredménye lesz. Volt ismerős, aki kérdezte, hogy ugye nem te voltál az a Barbie. Nem, a munkatársaim hallották, marha rendesek voltak. Szerintem most 98%-uk hallgatja a rádiót és turkol nekem, csak hát én ugye félre vonultam, mert ott bent azért megy a zaj. Na, mindegy, azóta már voksan véreg a háttérbe szorított. Így van. Igen, a pálma. Ez is valami, de legalább adtam nektek, minden nap elhoztatok, ez jó volt. Az előnyszabály megy már egyébként? Igen, megy az előnyszabály. Na akkor először ezt meghallgatjuk 11 másodpercben, jó? Na figyelj, indul az óra, 11 másodperc, tessék. Mi az előnyszabály? Az előnyszabály az, amikor a játékvezető tovább engedi a játékot, ha úgy ítéli meg, hogy szerinte ebből annak a csapatnak előnye származik, amely ellen a szabálysértést elkövetik. Jézusom! Olvasásból ötös! Olvasásból ötös! Nem olvastam, magoltam. Nem mondod! Tehát ez úgy van, hogy tehát nem igazán értem a focit. Vannak olyan szabályok, amit demagoltam, ez például demagolás volt, van, amit értelemre tanulok, de hogy olvasom, négy nap után nem. Ez még nagyon durva, hogy demagoltam a szabályokat, még nem akart ütőszekrény nyerni. Na jó, hát akkor indítsuk el a mostani éles játékunkat, amikor is ugye a pótselejtező lehetőséget te még megkapod. Igen. Matematikai valami esélyed még van a hűtőre és a továbbításra. Ja. Jó? Csak valami egyszerű legyen. Egyszerű lesz. Bonyolul. Nem vagyunk könyörtelenek. Egyszerű lesz. Egyszerű lesz. 11 másodperc. Jó? Mehet? Igen. Óra indul. Mi a les? A lesz akkor, lesen áll a támadó játékos, aki akcióban van, vagy befolyásolja a játékot úgy, hogy nincsen közte, és az alapvonal között kettő védőjátékos. Hát, gyerekek. Na most erre nem tudunk mit mondani. Én se, mert fingom. Rosszat mondtam. Megvan a vörös diploma. Megtanultam, ne. Alapvonal és közte kell legalább két játékosnak lenni, ugye a kapusnak meg még egynek. Két védőjátékos. Hát gyerekek, ez hát szerintem... Ennyi. Ez hát ennyi! Megvan a hűtőszekrény. Köszönöm szépen! Nagyon-nagyon köszönök mindent, még egyszer, köszönöm! Te tényleg magoltál. Megérte egy hétig. Tényleg magoltam, igen, de ezt végképp nem fogtam föl. El is érzékenyültél kicsit? Ekkora stressz volt? Hát államvizsgán nem izgulnak ennyire emberek egyébként, tényleg. Nagyon jó voltál, hogyha esetleg kéri, kiadhatjuk a számodat Kassai Viktornak. Igen, szívottam. Valamikám, jó van, ügyes vagy, megvan köszönöm a hűtő. Köszönöm szépen, köszönöm, nagyon köszönöm a lehetőséget még egyszer. Nagyon drágák vagytok. Jól van, köszi a játékot, puszi. Köszi, puszi, sziasztok, jó szabadságot nektek, sziasztok. Ciao, hello. Perfekt volt. Danult. Bizony, ő megérdemelte tényleg. Meg. Vagy mindent kinyomtatott. Na jól van, oké, hívjuk akkor a hét utolsó játékosát, jó? Barbék ne fordítva lesz majd. Ő szól majd ki a konyhába, hogy hoz még egy sört. Hello, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello. Marian, jó helyen vagyunk. Igen. Hello. Én jelentkeztem a játékra. Nagyon vártam, hogy hívjatok. Na, a gyermek is van? Igen, van. Éppen nincs jó napja, mondjuk így. Nyugös vagy beteg? Nyugös, mert levett a babáról a cipőt, és nem tudja felvenni. Oh, hát ezek nagy problémák ilyenkor. Igen. De jó nekik ez még. Ez az a korosztály. Igen. Azt írtad, hogy a férjem megígért, hogy fülhallgatóval a sarokban fog csendben meccset nézni, ha megnyerem a játékot. Olyan fogalmatlan vagyok. Ezt írtad magadról, hagyd bizonyítsak neki. Igen. Persze azért készültem, hát ha felhívtok. Igen? Igen. Na, a fogalmatlan, az kicsit megsértettem. Jó. Most adunk 5 másodpercet, hogy felpörögjél. Igen, kicsit valami lendületet vigyél magadba, mert már mások itt megérted, ez felrobbant az SMS-be, hogy meg akarják nyerni a hűtőt. Ilyenkor életveszélyes fenyegetéseket kapunk. Igen, nem aludtál, vagy miért vagy ennyire kis nyomon? Hát kettővel vagyok itthon, kicsit nyomon vagyok, igen, de igyekszem. Ez még már nem sikerült. Aha. Ez még nem jött össze. Most kezdesz. Igen, tehát én mindig nem érzem azt az átütő erőt. Na jól van, oké. Nézzük akkor 11 másodperc. Nem vagy jó szabályból egyáltalán?
Hát nem nagyon, de már olvasgattam most reggel. Segíti reggeli olvasgatni. Kis jókai. Igen. Nagyon jó, bűnés, olyan jó, annyira izgé. Oké, mehetünk? Igen. Oké, indul az óra, 11 másodpercet. Mondd el nekünk a bedobást. Bedobás. Ez akkor van, amikor a vonalon kívül megy a labda, és... Na jó, ez... Hát azt gondolom, hogy ez... Hát ezt nem tudjuk megadni. Melyik vonalon? Hol? Milyen vonalon? Mit oldalvonalnak hívja? Igen, szóval, hogy ez nincs. Ez nagyon nincs meg. Itt vagy, Marian? Itt vagyok, csak nagyon izgulok, rettenetesen. Igen. Eszembe jutott, semmi se jutott eszembe. Igen. Pedig tudom, hogy mi az a bedobás. Egy másodperc, ez az izgalom. Igen, majd hívunk mást, jó? Hát ezt végképp nem tudjuk megadni. Tehát itt még az a könyörületesség állfőn, ami ugye Barbinál fennállt, szóval ez nincs meg. Ez nincs meg. Én nem akarok most. Mondd meg a párodnak, ne legyen nagyon szemét ezután. Igen. Jó? Tehát jó. Nem ér a helyzettel visszaélni, te legalább megpróbáltad. Volt bátorságod. Jó? Köszi, ciao, puszi, hello. Nem, ez nem, ez megadhatatlan. Pedig tényleg én szeretem, a hallgató nyer, meg én amellett vagyok, fog, hogy adjuk, ha van valami a birtokunkban, adjuk oda, de ne tartsuk vissza, de nem. Ezt meg nem. Legalább lendület legyen benne, tehát hogy beszélj hülyeségeket, de annyit, hogy már mi is elveszítsük teljesen a fonalat. Nekem az is igen, de nem, jó. Tehát most minden megölöm magam. Nem. Arra, két gyerek, én tudom, milyen a két gyerek, tudom, milyen a betegek, tehát tényleg, az kemény meló, de hát ez nem ott megadható sajnos. Úgyhogy hívunk egy másik játékost. Na hát, ennyi! Hajrá, magyarok! Ria, Ungária! Hajrá, magyarok! Hogy próbálja meg a három műsorvezető menteni a megszólalást? Figyelj, nem lehet. Rádió szakörön kiírják. Hogy ments meg a megszólalást? Halló! Halló! Szia! Szia! Hello, Bello! Ria, Ungária! Hogyan hinnak? Éljenek! Magyarok! Magyarok! Elverjük az Izlandot! Király! Na még egyszer! Nem, más valaki. Jó. Megint megyünk egy tovább. Egy újabb játékos. Hajrá, magyarok! Nem, ha ránk tette, akkor ne. Ez erősen ránk tette. Buktál egy üdöt? Szóljatok neki, hogy mi voltunk. Aha. Ha megismeritek a hangját, vagy Anna hív föl, légy. De most újat hív, hogy mi voltunk. Nem játszhat. Tehát benevezel egy játékra. Igen. Aztán fölhívnak, az meglepő nyilván, de higgyetek magatokba, hogy titeket is felhívhatunk. Tehát nem ér úgy SMS küldeni, közben nem hiszitek el. Nem baj. Üzenem haza, hogy készítsd a helyet a hűtőnek, anya. Csak megmarad. Én viszem haza, ha megmarad. Halló! Sziasztok, úristen, nagyon örülök. Na, jó helyen vagyunk végre. Na, nem tetted le. És lendület is van benned, ezt megtapsoljuk, ennek örülünk. Mindenképpen. Hajrá, magyarok! Annyit gyorsan mondhatok, hogy a barátom a GLS-be dolgozik, és biztos hallgatja, és nagyon szurkol nekem. És Petra vagyok. Jó, ez itt nem a reklám helye. Tartózkodjunk mindenféle így van, ilyen reklám és egyéb kijelentésektől, drága, mert így is tele vagyunk NMH-stekkel, kinek hiányzik már még egy. Már a keresnevedből is szerintünk már kapizsgálta volna a barátot, hogy... Ennek a hangodból? Igen, tudja a barátot szerintem, hogy te vagy, hogy hívnak? Petra vagyok. Petra, hello Petra, honnan hívtál, vagy mi hívtunk? Szombathely. Aha. Na és mi a helyzet a focival, az EB-vel, a szabályokkal? Hát igazából a barátom nézi, én közben mellette alszok. Ez már jó. Jó. Ez jó, biztatom. Az jó. És szombaton megyünk Füredre, és az akvaparkba. Felhívtam az akvaparkot, hogy lehet a... Mondd el, légy, hogy most milyenek az árak. Igen. Fantasztikus szolgáltatás. Előszezoni akcióról néhány szót, ha gondolod. Te valami beépített hallgató, hogy az akvaparkból. Na és az a lényeg, hogy felhívtam őket, hogy lehet-e ott EB-t nézni, mert ugye magyarok játszanak 6 órakor. Igen. És mondták, hogy természetesen igen. Hát most minden hely, ez egyszer kell, hogy biztosítsa. A munkácsi cukrásztában van egy hatalmas nagy kében. Na figyelj, Petra, hogy mennek a szabályok? Mondd meg nekem, mennyire vagy jó? Hát, annyira nem. Annyira nem. Hát hallottad az előző két játékos, az egyik ránk rakta, a másik szegény egyáltalán nem volt igen, jó. Igen. Mi a helyzet a hűtőszekrényen? Milyen állapotban van? Hát egy albérletben lakunk, és... Márkát nem mondj! Az utcát sem! Volt egy kiváló. És igazából össze szeretnénk költözni a barátommal, és oda szeretnék egy hűtőt. De jó. Aha, oda szeretnél egy hűtőt, de most fogtok akkor összeköltözni. Hát terve van, igen. Na jól van. Most kinéztünk egy jó lakást az otthoncentrumot.
Láttunk az egész. Láttunk négy hírt és az ingatlan.com-on annyira. Oké. Na jó. Jaj. Hopp, leesett egy magyar játékos. Egyre kevesebb bevannak sérült. Nagy leesett. Nagy leesett. Nem baj. Viszont királyt nagyon jól tartom. Ami király a helyén van, nincs gond. Mondtuk sokszor, hogy előttem van egy monitor, és ott föl vannak állítva a magyar válogatott tagjai, és néha valaki teljesen váratlanul leesik, és összerezzenünk, hogy nehogy élő kapcsolatban legyen a kinti játékossal, és történjen valami. Gyerekek, már nem tudok mit kérdezni, mert már mindent megkérdeztünk. Mi az, amit még nem kérdeztünk meg? Van még ötlet? Hát kérdezzük meg újra a belovást. Így van. Erre senki nem számít. Oké. Figyelj, Petra, mehetünk? Mehetünk. A partjelzők. Úristen. Nem, állíts meg. Egyébként le van írva. Két partjelző zászlóval követi játék, hogy mindig egyet ír férjel felül, és a két oldalban van, mert egészen pontos. Mi a dolga a Greenkeepernek? Oké, mehetünk? Oké. Igen. Bedobás. Bedobás. Az a csapat, amelyik az ellenfele utoljára érintette a labdát, ő jön az oldalvonalról bedobással. Az a csapat? Nem jó. Új játékos! Nem jó, ugyanis nem az a csapat, mert nem az a csapat, aki érintette utoljára a labdát, akinek hanem az... Amelyik ellenfele utoljára érintette a labdát. Drágám, ezt mondtad? Nem ezt mondtad? Ezt mondtam. Ezt mondtad? Volt benne az ellenfél szó benne szerepelt. Igen? De hogy az igen. A csapat, magamhoz amelyik szívom, ellen... Magamhoz szívom a játékvezető társaimat, a partjelzőimet, asszisztenseimet magamhoz szívom egy kicsit, jöjjenek ide tanácskodni. Szomés vagy, és vagy? Hozzuk valamit, figyelj, hogy a beszorult a színpad. Nem figyeltem, de talán fejlődik. Tanácskozni, ki mit látott? Egészen közel, de közel. Láttam, hogy jobb. Az ellenfele nem érintett a labdát. Köszönöm az egyik asszisztensem, tehát hátalált a pályának. Mit mond a másik asszisztens? Azt, hogy igen. Ellenfél? Is. Ellenfél. Akkor megadjuk, jó? Hatalmas mákod van. Benne volt az ellenfél szó. Érinti a labdát. Hatalmas mákod van, mert három közül legalább a Feri figyel. Hogy? Petra, jól van. Köszönöm. Hát, ahogy Petra örül, hogy nem örül senki. Küldjük neked a hűtőszekrényt, jó? Jó, köszönöm szépen. Hogy szurkolsz majd a magyar csapatnak szombaton? Hát ezek után nagyon. Aha, úgyhogy elmegyek aludni. Petra, puszilunk, küldjük a hűtőt. Te is egy kicsit visszafogottabb, kicsit nyugisabb vagy, de nem baj, mi szeretjük, ha valaki nagyon örül, de megbocsátjuk. Ha nem, puszilunk, küldjük a hűtőt, jó? Köszönöm szépen. Ciao, hello. Szia, hello. Fúha. Na, hello. Ez nem olyan, mint egy szex, aminek a végén nincs orgazmus? De az a baj, de hogy közben olyan, se volt hogy jó. Mész, csinálod, mondja az asszony, oda teszed magad, pakolsz és följön a gyerek, hogy apa lázas meg. Hát... nem? Apa nagyon fáj a torkom. Kész, leszáll, csomagol, kimegy, be az, fektet, nyugtat. Ugye? És utána már nincs, ugye? Nincs. Gyönyörködsz az egészben, és csak ezt hallod hátra. Apa nagyon fáj a torkom, segíts. És akkor elmész, és fáj a torka. Nem. De van, ahol már az alvás az orgazmus. 9:03 jövünk a hírek után. DJ Oti üzenni Amerikából nem elfelejteni rajongói itthon Magyarországon. DJ Oti törölni mai fellépés. Cancel. Visszatérítés. Igen. De Oti üzen. Itt vagyok ezzel. Hogy bepótoljuk azt, ami elmaradt. Nem, mi volt ez? A szívem összeszeretetét küldöm magyar rajongóimnak. Magyarországi helycsartóimért. Sok szeretettel. DJ Oti. Tényleg karriereket építenek az ilyen dalokra, igen. Mint ami most elhangzott. Tudom, hogy én egy öreg avittas, kicsit már pisi szagú. Ja, nem tudom, mi vagyok, de... Minden szabad igaz. A basszú gyerekek. Én egy részét már tudom írni. Te ülsz velem szembe. Én is érzem a naftalin szagot. Érted? Hát de ez jó dal volt, Jani. Feri, hát nálam van ellenméreg az új Entrex. Na, végre valami. De tényleg erre mulattatok a DJ-ben? Hát még én nem emlékszik rá. Tudott, ja. Nem emlékszem rá, azok az évek kimaradtak. Nem emlékszik rá, de valaki azt mondta, hogy mulattak. Azok az évek kimaradtak. Nagyon gyorsan elmentek. Mindig kettőt aludtunk karácsony. Nyáron már csak kettőt tehát kellett. Tehát még egy szövegsics, amit tudsz énekelni. Maria. Hát mondjuk egy Bibi-vel egy mammammát összehasonlítani. Hát tehát mindent tiszteletem a kordaházas páréről. Mamm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 
Bibi. Bebe. Bebe. Így hívják. Hívcsak nyugodtan Bebének. Ja, szintetizáltam. Jó, nem, ez csak biztos. Azért volt, mert mára igazából meg volt ígérve egy retrónap, csak mivel nem promóztuk eléggé, egyszer bemondtuk, hogy majd a Szabi előtt csináljuk, és aztán nem, erről ma sokan lemaradtak volna, így DJ Oti menedzsere úgy döntött, hogy törölni kell a koncertet, rosszul létre hivatkozva. Ez nem volt fölépítve most. De DJ Oti azért jelzi a szeretetét és a jelenlétét. Ez olyan típusú zene volt, amit, hogyha meghal Zaher Gábor, akkor reflexből megnyitja a zuhanyt, mert biztos, hogy meg kell mosdatni valaki. Na, tessék, így ez egy induló volt régen. Ha érted, mire gondolod? Igen. A régi szép időben. Induló. Ez egy elinduló zene volt. Kávé helyett. De azért nézd meg az SMS falunkat. Köszönöm mindenkinek. Na jó, azért jönnek pozitív SMS-ek is. Igen. Nagyon sok. Végre vége. Nagyon sok. DJ Oti rajongói értik ezt a zenét. DJ Oti. DJ Oti rajongói megértik. Értik, hogy ez a zene miről szól. Aha. Na jól van. Ilyen a liblom. Nagyon szeretjük Feri öreges hozzáállását. Vihogunk a kocsiban. Érted? Hát de srácok. De komolyan. Hát már egy szövegre se telik. Hagyjuk meg klasszikusoknak, Vivaldinak, a ő tudott zenét írni, az oda nem kellett a négy éjszakot. Ott azért volt egy tél, egy nyár, azt, azt érted a négy éjszakot, azt ott nem kellett beleénekelni, hogy tél van, vagy mit tudom én, érted? De ez a Bibi, ez nem tudja ez ugyanazt. A Bebe, ez Bebe. Nem tudta ugyanazt. Ráadásul az ő egy jó énekes a Bebe. De most képzeljétek el az éhelyzetemet. Szóval, hogy DJ Oti itt ül, két ilyen naftalin szagú, a fiatalságuk ezen klubhimnuszaiból abszolút kimaradó, hála az Isten, éjszakai budapesti életben tudod? Meg nem forduló, két ilyen hát tatterral azért. Ülök itt, érted? Hát az egyik kergette a libákat, a másik a fekete lyukban, érted? Hát azért. Itt vagyok egyedül. Előremutató dolgok. Hogy itt is mondjam, csak a te parti kultúrád és az épp fekete lyukam között azért voltak átfedések, hát, ha értem, mire mondom, hát ezt a két naftalin tagú embert itt komolyan, Zsűl, hát te maradtál nekem egyedül, és azért veled se vagyok kint a vízből annyira, de azért te mégis érted ezeket a zenéket. Tehát, hogy így nem, mosolyogva ezt nem hallgatod. Ezt én nem értitek ezeket a zenéket. Ez egy beakadás nálatok 87-ből, amikor boros kólával, mert arra volt pérzetek, szétcsaptátok magad. Ezt a zenét hallgatta, sosem volt boros kólát, nem értette ezt a szubkultúrát. De én értem, csak nem mondjuk a, ugye? Nem volt ott boros kóla. Nem, hát. Jó van, most felhúztál, most akkor jó. Most felhúztál. DJ adjál Uti. Valami rendeset. 9 óra után jó. Egy rendes zenét jó. Adjál. Nem kellenek a klub himnuszaid. DJ Oti, ez az most, ország, ez most üzenni nélkül. Magyarország, berágni magyarországi rajongókra, ezért most DJ Oti oda pirítani 9 után. Na, végre, mutasd nem meg fogsz azt neki örülni. Mert nem. Mondom, hagyjuk. Nem fogsz neki örülni, hagyjuk mondom. A klub himnuszokat. Hagyjuk, mi engedjük volt? El. Mi volt a legmenőbb felkapott a szorokozóhely új kígyóson? A Toklász. Na, hát, és gyerekek, a ezzel a kérdéssel és ezzel a válaszsal, értitek? Hát értitek, hogy kivel ülök itt? Hát ennyi, hát ez mind megmagyaráz. A Toklász. Érted? A Toklász. Arany Toklász. Hát megvagyunk. Hát megvagyunk. Mondom neked, hogy 50 kilométeres körzetből mindenki oda járt. Nem volt más. Igaz, hogy traktorral, de oda jártam. És a másik, a Róna diszkó. Nagyon jó, annak legalább volt neve. Jó, Lacházán is volt Elvis diszkó, szóval azért lacháziak se pörögték. Nem akartunk ilyen amerikai ízékkel, mint Elvis. Ott nem amerikai zenék szóltak. Nem baj az, de pont azt mondom, a vidék maga, érted? Arany kalászból lett az arany toklász diszkó. Mi volt? Kadlott karcsis 3+2? Nem. Mire mulattatok? Rendes mi volt? Zenék. Mi a rendes zenés? Bocsolyába léptem, sáros lett az új cipő. Na. Az nem, az még akkor nem volt. Hát akkor nem csak balán zenét zavartak volna össze benneteket, hanem a milyen kis. Tehát elképzelem, hogy a toklászba tudod, hogy fény másodba kírva. Szombat, 19 óra. VHK zenekar. Hát, a semmi kapain dörömbölve. Elmondanám, hogy a Grand Pierre Attilával együtt hazazavarták volna az egész bandát fellépésen. Most DJ Oti kicsit megsértődött, visszavonult, tanácskozik a menedzsmentjével, és 9 óra után bosszút meg én valamit. Annyira sejtettem, hogy ez. Jó, most DJ Oti kicsit zavarni, mert a magyarországi rajongóira. Próbálj meg jó kijönni belőle. Ne még erre húzzál egyet. Most DJ Oti kicsit fel lett ergelve. Ez nem, sose jelent jót a magyar rajongóinak. Én most felhívom Hágát. Hágát Brüsszelt, ebből most nagyon nagy
nagy baj lesz. Na, drága hallgatók, játszunk egy jó kis hármasugrást, jó? Kicsit itt nekünk felkerült a V betű, de ezt bocsássatok meg nekünk, itt néha van. Ilyen adás is belefér, kitört a nyár, szaharai meleg, mi jövő héten nem vagyunk, úgyhogy igen. Igen, egyébként a legjobb kor. Mikor kell elmenni Szabira, amikor a szaharai meleg tör be, ja. Nem? Jó hát, az időzítés, gyerekek, hát jó az teljesen időzítés. Teljesen rendben van. De lesz best of, úgyhogy senkit nem hagyunk Morning Show nélkül. Most viszont még megmutatjuk, hogy nyerhettek ugye hármas ugrást, ha játszotok, uh-huh, és ehhez uh-huh megmutatjuk a beugrót. Ó, hát ez. Még egyszer? Tehát még egyszer. Még egyszer mutatjuk. Ebbe ja sincs, egy darab bebe nincs benne, látod? Bebe nincs benne. Nincs, vagy BBA. Bebe. És most kérek egy darab bebétől a Toklás diszkóban. Mindenkinek a vizet. Jó volt. De inkább Mariskának, mert a múltkor a szalmakazalba. Még videódiszkó is, tudod, hogy... Szalmakazalba Mariska? Szó, bevallott mindent? Amit el se követett, azt is? Nem kell bevallani semmit. Na jó, írjátok meg, hogy mit hallottunk, jó? Kettő darab dalcím, kettő darab előadó, tudjátok, hogy mi a menete, ha szeretnétek hármas ugrást játszani. És ki csinálta a legnagyobb bulit annak idején a Toklászba? Azt is írt. Ó, oh, de jó volt. DJ Eke. Videodiszkó is volt. Volt videodiszkó. Igen. Persze, színes Orion televízió. És ki volt a legkíresebb, nagy... DJ Böller Jóci, vagy ki volt a... Ki az, aki nagyon ment? Nem voltak DJ. Volt DJ, az volt, de nem Böller Jóci. A Böller, azt tudtuk, hogy mihez ért. Tehát nálunk vidéken nincs kavarodás. Nem volt kavarodás? Érted? Nem. A Böller, ő meggyilkolta a disznót, és készített belőle élelmiszert. A DJ, az meg rendes zenét rakott benne, mert ezt a BB-8-t. Tesó, a hétvégi Aracki lesz a Toklászba, és kész az új tükörgömb is. 11-ig ingyenes a belépő, addig osztják a pöcsét, tehát utána már viszont nem fizetni az volt, kell, hogy éve Hebrencs fővárosi fiatalok bekábító szerezve érted, ottan csinálták a balhét. A lányom régi fülgömbiből csináltam. Igen, mert mi meg tudtuk csinálni, hát érted? Hát jog. Ennyi. Úgy csillog, mint az öcsi 1002-es. Ti vártatok a nyugati szemétre, mi azt legyártottuk, érted, itthon. Na jól van. Egyébként még kérdés-válasz rovatunk is lesz, bármi, ami eszetekbe jut, jó? Minden, tök minden, bová. nyugodtan kérdezzetek még, ami belefér esetleg. A Toklászos aranyévekről. A Toklászos aranyévekről, és egészen nyugodtan. Interaktív utolsó 20 percünk következik még a játék előtt, úgyhogy ha bármire kíváncsiak vagytok, tudunk segíteni, vagy csak szeretnétek megkérdezni, hát... Ne várjatok többet a kérdésekkel, bombázatok. Bombázatok bennünket nyugodtan, jó? 9 óra lesz, 3 perc, majd jövünk a hírek után. Legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt pontosan 14 perccel. Nagyon-nagyon szórakoztató SMS-ek jönnek, messze Feri kellett a szöveg. Köszi Feri, legközelebb, ne hergel! Feri most érkezett vissza. Jaj, nagyon jó SMS-ek voltak. Jönnek, Bali, én eddig veled voltam. Eddig. A gyerekek, hát ez értelmezhetetlen, élvezhetetlen 6 perc. Á, ne, nagyon állat, mindjárt szétesik a ház, szól a basszus, úristen, de jó, Angliában hallgatlak benneteket, nagyon jó. Király, DJ Oti. Balázs, fene egyel a zene ízlés ficamodat, Robcsi küldte nekünk. DJ Oti, áldott legyen a nevet, hogy mennyire megoszt egy zene mindenkit egyébként. Igen. Nem? Tökre érthető drogoztatok. Hát ez másképp de nem lehet semmi, ne. Aki írja zenét, az. Aki írja zenét, csak az. Csuda, hogy élnek. Tessé? Csuda, hogy élnek még. Micsoda, Fét lesz olyan koncerteket ad, mint ebből az egy számból megvagy. Ebből az egy számból megvagy. Úristen, mindig azt hittem, hogy DJ Oti negyedik személy, de nem, te vagy az, Bali. Ugye megbolondulok. Most jöttem rá, Bali, te vagy DJ Oti. Én bevettem, hogy az valaki, aki tényleg lemódott egy bulit. Jaj, én! Valaki neked is írt, Feri. Liba őr. Ja nem, Liba bőr. Azaz.
Nagy zenék voltak ezek. Igen. Na, remélem egyszer lesz tényleg egy olyan adás is, amikor az én fiatal korom, a Cowboys from Hell, vagy a Bin and Remains, vagy valami, érted, vagy beköszön, beszögelem majd az ajtót, leadok három számot, aztán elmegyek, aztán vége. Aztán megyek a munkakönyvömi. Azt csak úgy lehet, hogy bejössz a stúdióba, bezárod a magadra az ajtót, tényleg már állnak a stúdió, hogy be akarják törni, de te még ezt betolod, még azt betolod, és még el csinálod. El kell foglalni a szerverszobát, az a baj, mert ott le tudják kapcsolni a kimenőt, tudod? Tehát ott még meg lehet hekkelni a bulidat. Aha, majd hozok valami, vagy hívják valami, egy fatálon némi felvágottat. Kolbász szalonnát. Gyula meg. Gyulának, tudod, még ő el van vele. Virág pont rólunk beszélt a Mokkában, írja valaki. Nagyon puszívjuk mi is a Virágot. Írjátok meg, hogy mit mondott, mert nem hallottam. Nem sok jót, de mindegy. Mi csak bejátszottuk azt, amikor azt mondta egyébként, hogy az EB legnagyobb esélyese, ugye Argentína, más nem tettünk egyébként. Ennek ellenére mi kedveljük. Így van. Nagyon. Én nagy tisztelője vagyok. Virágnak? A munkásságára. Ő dígyéskedik, ugye? Ő dígyéskedik. Főleg annak a privát videónak. Van ilyen. Hogy tényleg? Hogy? Én ezeket nem látom. Véve tudom, egy telefonról kikerült. Én nem nézek ilyen underground videókat. Tudom, hát te. Érted? Vagy gyonsz, vagy minisztrálsz. Hát. Vagy fényfeszt hallgatok. Nem vagyok teljesen ártatlan, de ez a Virág, ez nem jutott el hozzánk. Aj, Istenem, na jó van, nem sokára játszunk egy hármasugrást. Előtte azonban egy-két kérdés. Például Ferihez jött egy kérdés, hogy Feri, akkor te még abban az időben jártál diszkóba, amikor volt lassúzás. Bizony, nem? Így van. Úgy lett vége. Azzal és rohadék volt. Igen. Hát az ekkel vasak, ahogy összesamoltak. Kérdezik, mi volt az after party, a disznóvágás? Így van. Na nem, most ez a szép, tudod, hogy ott mi vidéken azért mulattunk 4-5-ig, és ahogy hazamentél, azt már meséltem nektek, hogy én pont vetkőztem, letoltam le a nadrágomat, hogy most már lefekszem. Rájúz az árnyék szépen. Köszönj az ingyen söröket. Nem. Akkor még nem járt, akkor még fizetnem kellett érte, és ültem volna le az ágy, és csapán bejött, és mondta, hogy milyen jó, hogy már öltözöm, mert akkor kezdünk. Az kemény. És pedig te lefeküdni, akkor mondtam, fa tessem, húztam fel a nadrágot, lehetünk ki, adjunk a jószágnak. Igen, mi vidéki gyerekek nem pecsütten feküdtünk a diszkógömb alatt, vagy amikor lábunknál fogva kábítószertől átitatva hazahúztak bennünket, akkor napokig. Nem tudom, miért kell egyébként rásütni ezen zenehallgatókra a kábítószert, de ezt most komolyan kérdezem, mert hogy azért, aki ilyen zenét szeret, ez nem feltétlen kábítószerezett, tehát csak szerette a klubhimnuszokat. Aha. Tehát ez nem jár együtt a kábítószerre. Az, hogy volt mondjuk egy speed disco. Mert egyébként nem érted ezt a zenét. Ahol ott álltak a 7-es BMW-k, és ahol mondjuk én be nem tettem soha lábam, azért ez nem feltétlen kellett neked ezt kábítószerezni. Akkor nem voltatok kábítószeresek. Most ne ezen akadjál föl. De csak ötötszőre mondod, azért kérdezem, hogy egyébként azok az SMS falra nézel, akkor meg kell, hogy védjem, akik ezeket a zenéket szerették, ezen mindenki drogos volt, meg heroinozta, meg kokainozta. Nyilván, de azért ez ezek az a klubhimnuszok, ezek nem feltétlen jártak. Tehát ez egy underground zenei stílus volt, ami ugyanúgy, mint a rock, meg a nem tudom, a pop, vagy a disco, vagy a dance, vagy a house, tehát ezért ez nem járt az, hogy a Margit szigeten feküdtél be heroinozva, és fét lesz hallgattál. Kicsi. Nem, tehát nem. Tényleg nem. Anélkül is élvezted? Persze, tehát ez nem feltétlen ezt jelentette, miért aki kimenek egy Fateless koncertre a szigetre, akkor 60 ezer drogos ember áll. Dehogyis nem, hogy én is voltam már Fateless-en. Azért mondom már. És én csak ittam. Tehát így ötötszörre mondod a kábítószer, de hogy ez nem, nincs ezzel összefüggésben. Az, hogy mondjuk van, aki járt, nem tudom, voltak ilyen, nem tudom, speed diszkók, ahol én még életemben nem voltam Szigetszent Miklóson. A nevében persze, a üzenet. De kábítószerezni ma is kábítószereznek, régen is kábítószereztek. Kicsit felhúztad magad, megérintett? Nem, csak megvédem azokat, akik mondjuk szeretik ezt a zenét. Éppen a Szújó írt egy SMS, hogy imádta a Fateless. Én nem hiszem, hogy a Zoli egyébként nyálcsorgatva extazizva állt volna valahol éppen. Hát majd mesélek, mert Békés megyei. Ó, azt hogy meg kell védjem ezeket a zenei stílusokat, hogy persze együtt jár, de most ha valaki szeret, nem tudom, Sterbinskit, vagy... Attól vagy, még nem, tehát nem jár a együtt, a magyar külföldi DJ-ket, ez ugyanolyan sarkítás volt, mint ahogy te szoktad mondani, hogy én gumicsizmából iszom a ízét esővizet. Én másfelé sarkítottam. Tehát, hogy... Jó, nem, csak azért mondom, hogy azért ezt szerintem itt tegyük tisztában, mert ez nem feltétlenül erről szól. Egyébként miközben egy erős kannásbort hittünk belőle, hát most. Igen. Na, egy-két kérdés azt mondja, hogy csak annyi hozzászólás jött most a zenéhez, hogy nehéz is megtalálni a kérdéseket, de jelöltem párat. Jani, volt-e már olyan, kérdezi egy hallgató? Volt, kétszer.
Láttad a kérdést? Nem. hogy valamelyik vár tövében azt mondtad asszonykádnak, hogy most annyira izgalomba jöttél, hogy mert ugye nagy várjáró vagy, itt a kérdés. Hogy meghúzom ezt a bástyát? Hogy miért gondolsz? Nem a bástyát. Nem a bástyát. Hát asszonykádat kívántad-e már, meg várnézés közben, kérdezi egy hallgató. Előtt hogy... közben és után is. És ez nálunk nagyon rendszeres. Hogy arra gondolsz, hogy mit tudom, hogy nagyon rá, tehát, hogy nagyon rágyógyultam egy gyilokjáróra, vagy felizgatott egy barbakán, és akkor azt mondta, hogy anya, gyere, ide! De nem baj, nem téged nézlek, hanem ezt a fantasztikus. Igen, hogy kijöttél a kazamatákból, és azt mondta Degerbe, hogy na most. Annyira megérintett, hogy borsóval nézték, hogy ássa már a török. Igen. Hogy akkor most megkívántad. Jó, nem volt. Nem ilyen szempontból izgatnak fel a váromok, meg a tudod. De egyébként persze előfordult, így van. Mert nejemet viszont lázba hozna még mindig a szakállás puskám, ha érted, mert célt. Igen. Kérdezz egy másik alatt, hogy arra gondoltunk-e már, hogy meghívunk vendégműsorvezetőket, amíg szabadságon vagyunk. Gondoltunk, ennek egy nagyon egyszerű technikai akadálya van egyébként. Nem fizetne neki a rádió. Kimondtad, amit én akartam. Nem, nagyon sokan ülnének be a helyünkre, és jelezték különböző műsorvezetők, tévé és rádiós műsorvezetők, hogy jönnének egyébként szívesen, akár a Klasszból, akár ugye máshonnan, akár tényleg tévés műsorvezetőket is meg lehetne. Csak ennek az lenne a feltétele, hogy akkor valaki a stábból tőlünk nem megy szabadságra. Tehát vagy valamelyik szerkesztő kéne, hogy itt maradjon, mert azért három ember beül, oda kell irányítás. Vagy a Julinak kellene itt maradnia, vagy a Lacinak, vagy a Vikinek, és az nem jó. Tehát ha nyaralunk, akkor mi úgy nyaralunk, hogy mindenki nyaral. Három embert pedig beültetni úgy, hogy nincs kontroll, hiába rutinos műsorvezetők, azért az erősen kell irányítani. És szerkeszteni a műsort, Annának akkor vágni belőle, telefonhallgatót beadni. Tehát az azt jelenteni, hogy mi mondjuk hárman pihenünk, Zsülit marad keverni, Anna vág, és Laci vagy a Viki pedig itt marad velük egy hétig. Igen. Úgyhogy ennek csak ez az akadálya, igazából erre mi is gondoltunk, hogy milyen jó lenne, megszavaztatnánk, hogy kit látnátok szívesen. Nagyon sokan mondták nekem is, hogy jönnének, meg beülnének. Kiszúrás lenne a stáb többi tagjával, mert azt viszont nem lehet, hogy tényleg három ember ide beül. És csak így és itt csak majd csinálnak valamit, mert abból azért két nap után nem biztos, hogy jó sül neki, ahhoz kell egyfajta kontroll. Azt viszont mi nem akarjuk megcsinálni a stáb többi tagjával. Tehát mindig úgy megyünk, hogy együtt megyünk. Igen. Pedig jó lenne, szívesen meghallgatnám egyébként én is őket. Tök jó lenne, hát beülnének a Schwabiéktól kezdve, azért nagyon sok mindenki ötletünk lenne, akit be lehetne, meg jönnének is szívesen, csak hát azért ahhoz tényleg kell ember. Meg jönnek mindig ezek a fura válasz-e-mailek, amiket egy klasszikus műveltség hiány nem nagyon tudunk értelmezni, hogy Krisztus koporsóját se őrizték ingyen, érted? Lehet, de ezen nem gondolnak. Gondolom, hogy egyébként egy csomóan beülnének úgy is, hogy nekik ez mondjuk nagy dolog lenne, és szívesen próbálnák ki magukat rádiós műsorvezetőként. Egy hétig egyébként tökre meghallgatnék, és akár úgy, hogy minden nap egy másik csapat. Tehát összeraknánk egy zenész csapatot, egy műsorvezetői csapatot, tévéseket, rádiósokat, ezt simán meg lehetne csinálni. De majd Lacival ezt megbeszéljük, hogy ő most úgy is elment egyébként nyaralni. Előre, már ezen a héten. Igen. Jövő héten nem jön, mert akkor együtt nyaralunk. Igen. Hogy akkor viszont akkor júliusban utána marad. Nem jön, mert elalszik. Egy 2 perc alatt meggyőztem magam, hogy megcsináltunk egy ilyet, úgyhogy Laci itt marad, nem? Pedig meg is vagyok. Tehát egyébként erre visszatérve ezt felvethetjük Lacinak. Szóval ez az oka, de köszönjük az ötletet, mi is gondoltunk már erre. Bizonyos, egész, ahogy mondtam, a technikai akadályok vannak. Csak mondom, Laci ezen héten Máltán van. Bizony. Uh-huh. Jövő héten nem tudjuk, hol van. Jövő héten nem tudjuk, hogy hol van, tehát kettő hetet bejön, úgyhogy ezen a héten helyettesítették. Úgyhogy már nem most írt Máltáról, mert most írt, ha hallgat minket, szó se lehet róla, ezt küldte. Most látom. Laci, 8 éve nem voltunk olyan Szabin, ami két hétig tartott. Igen. Ugye? Te ott vagy most. Na, és jövő héten kezded a második hetet, úgyhogy akkor lehet, hogy júliusban összehozunk szerintem. Majd. Megvan. Jó. Összehozunk majd egy ilyet, igen. Laci, ezt benézted csúnyán. Köszönjük a hallgatói ötletet, legalább tudjuk mire fogni. Hát, ha még ott is minket hallgattad, akkor hiányzunk neki. Laci, te is nagyon hiányzol nekünk. Önszín azonnal ment az SMS, de valamelyik TV2-es ráírt, hogy éppen most akarnak téged beszervezni a jövő hétre. Nem hívjátok fel valamikor a Szújót, nagyon hiányzik a műsorból, jó lenne megszólaltatni. Hát a drága Zoli nekünk is hiányzik. Bizony. Nekünk is hiányzik Zoltán. Igen. De nagyon Zoli ír így az MTVA. Így van, az MTVA most talán kicsit megorolt ránk, nem tudom, jelen pillanatban az a helyzet, hogy MTVA-s riporterek nem nyilatkozhatnak nálunk.
Úgyhogy nem tudjuk a Szújót hívni. Ennek ez az ok, ami Forma 1 előtt ugye mindig hívtuk az Zolit, és erről nem ő dönt, nyilván ez egy felsővezetői döntés, amit Zoli egyébként kiváló munkaerőként remekül betart, mert ez a feladata, tehát ez nem Zoli hibája. Mi szerettük volna többször megszólaltatni már Forma 1-ben, nyilván, meg egy csomó minden máson, de nem tudjuk, mert jelen pillanatban az MTV-s riporterek, műsorvezetők, szakkommentátorok tiltólistán vannak a Morning Show-ban. Ennyit nem a cenzúráról. Nem? Tehát, hogy azért ez is egy érdekes helyzet, hogy az ember elmondja a véleményét valamiről, ami egyébként úgy hívják, hogy közszolgálat, amiről neked lehet véleményed, nem? Tetszhet, amit ott lát, nem tetszhet, vannak kiváló műsoraik, vannak kevésbé kiváló műsoraik, miért ne adhatnál ennek hangot? Meg miért és teszik akkor... el a saját műsorvezetőktől a lehetőséget, hogy sok emberhez jussanak el? Én szerintem ez egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon rossz és hülye döntés, és egy demagóg döntés. A műsorunk megvan Zoli nélkül, én azt gondolom, hogy mi nagyon örülünk, mert nem szeretjük a Zolit, a Forma 1-nek, a köztévének, tök jó tesz, hogy van egy műsorvezető, aki egyébként beszél a műsorról, és tök jó, hogy a köztévének vannak sportközvetítései, mint a foci, vagy mint a Forma 1, amit egyébként kiváló színvonalon teljesítenek, oldanak meg, és kiválóan csinálják. Én szerintem ez egy nagyon hülye döntés megsértődni valakire, de nyilván elfogadjuk a dolgot. Butaság. Szerintem nem jó döntés. És most én nagyon furát fogok mondani ebből a szempontból. Hogy ebből a szempontból példát lehetne venni a TV2-ről. Mert a TV2-t rendszeresen megmarjuk, ennek ellenére igenis témanálok, hogy miről beszélünk mi, időnként összekapcsolódunk, hivatkoznak ránk, válaszolnak a felvetéseinkre a műsorukban, és felismerték már azt, hogy igenis van abban ráció, hogy egy olyan rádióműsorral kapcsoljuk össze, amit egyébként rengetegen hallgatnak, ami egyébként adott esetben megosztó, ami egyébként erős kritikát fogalmaz meg velük kapcsolatban is. Igen, dicsérjük is őket, hogy egyébként az MTV-t is dicsértük, mert van egy csomó jó műsoruk, azért ezt mi mindig elmondjuk. Így van, a Tenkes kapitány. Hát régi, de látod, az most meg kiúszta a gyufát plusz három évre. Kellett ez neked, épp most gyúrom vissza magunkat, hogy legyen szó jól műsorban. Még volt ott az a... Engem, na jól van. Oké, hát erről ennyit igazából. Jó, van egy gyors közlekedési hírünk, ez fontos lehet, hogy a Lurdi után lerobbant egy autó, a középső sávban, a híd felé, csupa olaj az autó miatt, és majdnem összetörték ott egymás hallgatóink, illetve az előttük álló autót, és kellene oda valami takarító cég, mert hogy 100 méteren keresztül csupa olaj, ami nem jó ír a motorosoknak nyilván, úgyhogy ott vigyázzatok. Jó, a Lurdi előtt a híd felé, a középső sáv 100 méteren olajos. Van egy trafink az M3-ason, a 84-es kilométernél Budapest felé, az M5-ösön is van egy trafink, a 92-es kilométernél szintén Budapest felé, és a pesti alsó rakparton jelen pillanatban kiváló a közlekedés, ezt Erika küldte el nekünk. Jól van, na, akkor játszunk egy jó kis hármasugrást, jó? Ami a hét utolsó játéka, ugye? Ma már nincs ütőjátékunk, lejátszottuk mind a kettőt. Igen, lejátszottuk mind a kettőt, így van. Akkor a hét utolsó hármasugrásában már itt is van a hallgatónk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello, hello, sziasztok! Szia! Hello, Zsuzsi! Végre jó játékos hang. Hello, Zsuzsi! Igen, igen. Valaki, aki azt mondja, hogy jó hangom. Hát meg, hogy örülsz, meg úgy tűnsz, hogy pöröksz, meg boldog vagy, igen. Meg ilyenek. Igen, igen, most már letoltam egy kávét, meg egy teát, úgyhogy azért annak megvan a hatása most már. Ez jó, igen, szeretjük azért a hallgatóink, tényleg úgy örülnek, vidámak, és úgy jönnek be az éterbe, az adásba, hogy, ahogy kell. De jó lett volna a hűtőjátékosunkra is ez elmondható. De hát nem mindenkit mindig olyan hangulatban kapunk el, azért ez is igaz, hogy lehet, két gyerek ott beteg volt, hogy nem tudom. Honnan hívtál minket, Zsuzsi? Hát Sárospataki vagyok egyébként, most éppen Pesten tartózkodom, úgyhogy így Pest és Sárospatak, de igazából Pesten dolgozom, szóval Budapestről. Ha mi dolgozol? Hát bíróságon dolgozom, jogász, tudom, hogy ez titok szó, de hát ez van, jogászként dolgozom. És melyik területen, vagy mi a szakterületed van? Hát egy ilyen polgárjog. Egészségügyi szolgáltatós, ilyen rémségekkel foglalkozom, igen. Hát azért ott hallottok ezt, azt gondolom. Ó, hát igen, úgyhogy teljesen most azért kikapcsolok, mert éppen szabadságom vagyok, úgyhogy most próbálom ezeket így egy kicsit elfelejteni.
Igen, hát azért ott hall az ember ezt, azt nekem is van ügyvéd barátom, azért mondja, hogy vagy csak egy válasz lebonyolít, az félig belerokkansz, hogy mint tudnak veszekedni. Hát igen. Milyenek a kérdések, Jani? A hétkezetben küldtem át, tehát fogalmam sincs. Ja. Jó, nem emlékszel rá, nem van ez új. Nem lesz nehéz. Na, a város kérdéseid, azért láttam be. Ja, jó van. Igen, ez. Oké, azt mondja, így szól az első kérdés. Melyik vár építéséről szól a Kőműves Kelemen című népballada? Melyik ez a vár? Hát egy Patoki lánynak ezt tudni, hogy ott is van egy szép. A Déva vár az. Jól van, jól. Na, mi legyen, menjünk tovább? Igen, menjünk tovább. De jó a második kérdés, a saját kérdés, Anit? Nem, a vágótól loptam. Fölütöttél egy legyen, és mi most könyv? Tök jó kérdés. Így szól a második kérdés. Melyik a legnagyobb méretű emberi érzékszerv? Ne kapkodj, ne gondold át. A legnagyobb méretű emberi érzékszerv. A bőr. Így van. Így van. Kérdés. Szép kérdés. Mondaná is, de szép kérdés. Nem is kellett segítség se, pedig mondani akartam, hogy nekem fél centit levettek belőle. Igen. Múltkor voltam Jánoséknál, János előbőre ott van az étkező fölött kirakva betelet. Nagyon büszke volt rám már akkor is, és nem engedte, hogy megszabaduljanak szület. Na, mi legyen? Most még lehet tovább menni? Annyira nem tudom, hogy most mi van, mert... Hát még van egy kérdés. Még egy kérdés van, ha ezt elbukod, akkor még mindig ott van a boom, de abban nem nagyon kellene bízni. Tehát most inkább álljak már. Akkor figyelj, hát azt el szoktuk mondani, mi arra van egy sportos kérdés. Hát ezt neked kell elmondani. Abban annyira nem vagyok jó. Nem vagy jó sportban? Egyáltalán nem vagyok jó. Sportolsz valami? Igen, a jogázom, amennyiben a sportnak minősül, bár hogy? Ennyi. Hát ez nagyon komoly sport, olyan izmokat csinál, persze. Hát bár csak azt már látnám. Ja. Várom egy ideje, hogy jöjjenek. Mióta csinál? 6 éve és semmi. Ez egyébként kb. Nem mindegy. Próbáljuk meg. Jó, mert hát tényleg nagyon nem tudom, de hogyha nagyon nehéz ez a sportos kérdés. Hát tudható, de hogyha szintem... nem... Jó, akkor inkább álljunk meg, mert akkor igen? Biztosan... Jó, álljunk meg, oké, akkor Jánosnak megmarad egy kérdés, sportos kérdés, egyébként nem is annyira könnyű, szerintem ez már azért jó. Tényleg jónak kell lenni sportban. Akkor abszolút kizáró, úgyhogy nem. Igen. Jól van, figyelj, megvan az ajándékcsomagod egy része, hát a legértékesebbet azt nem tudjuk beletenni. Jó, a bögrét kivettük, de megvan nem is óra harmadik, így van, megvan a nyakbaakasztó, megvan talán baseball sapka. Nagyon jó. Szuper lesz. Morning sós. Nagyon köszönöm szépen, tényleg, tök jó. Zsuzsi. Én sem nyertem semmit, csak azért szerettem volna ezt elmondani. Tényleg? Sohasem? De mi? Sokszor próbálkoztál? Nem, én egyáltalán nem is próbálkoztam, úgyhogy egész nehéz nyerni, úgyhogy ha nem is próbálkozik az ember, de most így küldtem egy SMS-t, és akkor így visszahívtatok, ez nagyon-nagyon jó volt, mert hogy tök jó, úgyhogy köszi. De jó, nagyon örülsz. Zsuzsi, köszi, puszi. Igen, köszönöm szépen, sziasztok! Ciao, hello! Van egy balesetünk Dunavarsánynál, az 51-es úton terelés irányítva a teljes útzár baleset miatt. Ezt Rolcsi küldte nekünk, úgyhogy próbáljátok kerülni, se arra, se erre nem lehet menni teljes útzáron az 51-es úton. Fél tíz múlt, pontosan 3 perccel, egy pici reklám után jönnek a nap legjobb pillanatai. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Csak slágerek! Klassz FM. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 39 perccel. Trafi van az M35-ösön Debrecen előtt, kicsi Krisz küldte nekünk, illetve a Láncid Pesti hídfőjénél lerobbant egy busz. Hatalmas dugó van a környéken, írta nekünk Zoli, köszönjük szépen, drágák vagytok, hogy elküldtétek. Dunavarsánál nem lehet felejteni az útzárat, aki arra megy, készüljön, az 51-es úton lezártak mindent. Azt mondja, hogy rengeteg kérdés megint, de igen, a szokásos hiba, látom Julihoz egyébként, a stábunkkal így kapcsolatban, van. A műsorral kapcsolatban. Volt nagyon sok, csak elkéstek vele, nem tudjuk. Hát mondjuk mindig, hogy 9 után küldjetek, akkor meg tudjuk válaszolni. Ne a kérdésekkor, amikor halljátok, mert mire ide ér, mire megnézzük, itt több, nagyon sok SMS jön be hirtelen, ezeket ki kell válogatni, úgyhogy előbb, jó? És akkor tudunk válaszolni. Még egyre nagyon gyorsan tudok válaszolni. Jani, mi a véleményed a túros táskában a mazsoláról? Meg Guider kérdezi. Szerintem indokolt a jelenléte.
Akár ilyen kérdéseket is lehet kérdezni. Köszönjük szépen, megfejlődnek. Na, ugye felhájpoltok minket a következő magyar foci meccs előtt. Hát holnap van a meccs, én szerintem ez úgy élt meg, hogy aznap csináltuk. Aznap szóval holnap már úgymond elengedjük mindenki kezét, tessék drukkolni, mi is drukkolunk, mi is nézzük a meccset, de ez akkor volt jó, amikor aznap volt a meccs, akkor lehetett az országot kicsit hangulatba hozni. Most azért így elkezdeni kiabálni, hogy holnap este 6-kor foci meccs van, az egy picit fura lenne, de nyilván drukkolunk, itt vagyunk, nézzük, mindenki ahol tudja, és kollektívan azért, a kollektív tudatban együtt leszünk majd, de ezt nem együtt nézzük. Viszont egy dolgot megígérhetünk. Na, szerintem ígérünk meg, hogy holnap a meccs kezdése előtt 2 perccel vagy 5 perccel fölrakunk a Facebookra egy-egy képet arról a tevékenységről, hogy éppen akkor végzünk, jó, mi hárman, vagy amit éppen akkor csinálunk. Jó? Akkor küldjetek-e nekem is a képet, akkor az Instára is föltom tenni. Tehát Feri, ahol van és amit csinál, igen, te ahol vagy és amit csinálsz. Nagyon jó. Jó, és akkor három, igen, mintha együtt néznénk. Jó. Nyilván nagyon beteg lesz mindenki. Jó, de most ne túlozzuk el, tehát azt csináljuk, amit valójában, nem? Most ne legyen, nem tudom, nagyon rájátszva, hanem hogy legyen az, nem? Oké, meg is vagyunk. Jó, oké. Holnap 3 poszt. Nekem e-mailben vagy SMS-ben a fotót 6 előtt. Ja. Mert akkor ki tudom pattintani az Instára. Őket se hanyagoljuk. Hollóval küldöm át majd. Na, mutatjuk, hogy miről volt szó ma reggel. Állatos blokkunk volt. Egészen hosszan arról beszélgettünk, hogy milyen beteg dolgokat vettetek már meg az állataitoknak, ugyanis találtunk egy oldalt, ahol egészen hihetetlen tárgyak, ajándékok voltak felsorolva macska és kutya tulajdonosoknak, illetve mindenféle ajándék. Hát az egyik kedvencünk volt a kerítésen átnézhető leselkedő lyuk, ami egy pici műanyag gömb, és a fakerítés meg van szakítva, mint egy tengeralattjárónak az ablakon, a kutya ki tud nézni, lássa, mi történik az utcán. Ezt is meg lehet venni egy amerikai cégtől. Jó, de azt se felejtsük el, hogy a Feri már gyakorlatilag egy hete, vagy nem tudom, 2 hete már fúlos macska hintákat. Bizony. Szorszik az ország minden kutya cica barátjának. Egyébként innen indultunk, igen, hogy Ferit hallottuk. Full extra. Full extra. Full extra. Igen, és erről beszélgettünk, hogy tényleg az ember hajlamos hát a lehető legbetegebb dolgot is megvenni azért, hogy boldogát tegye házi állatát, sok pénzt elkölteni, értelmetlenül, mint ahogy az SMS-ekből is kiderült. Úgyhogy erről beszéltünk ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc múlva, pontosan 7 óra, jó pihenés nektek, a családotoknak, az egész csapatnak. Köszönjük, sziasztok! Minden klasszat a hallgató nevében mondhatom, nagyon fogunk várni titeket. Sanyi drága vagy, köszönjük. Sanyi. Köszönjük szépen. Lesznek azért jó pillanatok, annak így gyűjtött egy csomó mindent. Olyan anyagok mennek majd jövő héten, amiket mi nagyon szerettük, jónak ítéljük. Meg lesznek komolyabbak is, de azért igyekeztünk arra fektetni a hangsúlyt, hogy azért inkább lazább, könnyedébb anyagok legyenek, úgyhogy best of lesz. Best of lesz. Megint leesett valaki? Jaj, nem már. Leesett. Klenheiser leesett. Oh. Az a kis ügyes lábú. Azt a mennyi. Nem ő sérült? Ki sérült? Hát mert leesett. Ja nem ő sérült. Nem, de nem. Jó. Nem, azt hiszem nem. Most már egyik játékosról, nem? Fiola, hülye vagyok. Már kicsit megmaradtam a közvetítés szintjén. Fiola. Ahogy Jani mondta, amikor fellökik, akkor mondjuk még egy kejfejancsi. Fuss tovább, lőj kapura. Fiola szegény sérül. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hát vigyázz már jobban ezekre az aranylábú gyerekekre. Oda ott a monitoron. Igen. Hát ide kéne ragasztani őket. Mindig leesik valaki, és akkor így megdobban a szívünk, hogy most akkor mi történik odakint. Frabátom már biztos többet gondolna bele. Jó. És leadna egy áfaszámlát. Bármit is mondaná erről. 60 plusz áfáról. Egy tanács. Csabikám, mi van? Nézed? Holnap persze, hogy nézed. Hol nézed? Megint? Azt képzeljétek el, hogy annyira hülyen jött ez ki. Évek óta készülünk egy fesztiválra a zenekarommal. Mindig meghívtak, sose értünk rá, vagy amikor ráértünk volna, nem hívtak meg. Most az egyszer meghívtak 2 póra, ahol állítólag 10 000 ember együtt örül annak, hogy magyarok, és míg oda megyünk zenélni. Mikor kezdünk? 6-kor. 7-kor. Az jó, hát akkor az első percben csak 6 órakor nekünk el kell kezdeni felpakolni a színpadra. Nincs ródotok? Nincs ródotok. De én énekes vagyok, tehát én nem pakolok. De na, akkor te már megvagy. De azt hallottam, hogy egy óriás kivetítőn azért lehet nézni a hangot. Nem biztos, hogy halljuk, mert el fogjuk nyomni azzal, hogy csörgünk meg zörgünk, de azért látni fogjuk, ahogy szétverik az izlandiakat. Az igazi szép, az lesz, a mögöttetek lesz a kivetítés, mindenki takar, hogy már onnan. Én tudok háttalálni, tehát én hátulról is szép vagyok, és jó vagyok, és pontosan ugyanolyan jól fogok énekelni. Lejjebb kéne adni az igényeket, nem 30 marsallal menni. Na most épp ezért csak egyet viszünk. Amúgy tudnánk vinni 30-at, ha van ott 40 is. Ha lenne még 28, meg 2 van. Eldől már az első fél időben, úgyhogy nem maradsz le. Nem maradsz le igazából semmiről. 2-0-ra megyünk, úgyhogy
Sokan aggódnak, hogy hát nem lesz ott senki, hát főleg a zenekarból aggódnak, hogy sokan, hogy nem fogják nem fognak kijönni a koncertre, mert meccset néznek, de szerintem oda jönnek ki meccset nézni. Aha. Mint ahogy beszéltetek róla, most biztos, hogy sokan lesznek. Persze, sokan lesznek. Na jól van, hívjuk a naphallgatóját, aztán Feri még elmondja a receptet, Csabi a zenéket, és akkor elmegyünk. Elmegyünk egy kicsit pihenni. Annyira szalad az idő, hogy képzeld, hogy kell kapni egy 2017-es naptárt. Vadriz Ilonától, nagyon szépen köszönöm neki, történelmi Magyarország Várai 2017-es naptárt. De szép lehet. Halló, jó reggelt, morning show, szia! Halló, szia! Hello, hú, de zajos helyen vagy, hogy hívnak, szia! Sziasztok, Zsolt vagyok. Zsolt, hát nem mondtad, hogy morning show, pedig ahogy hallom, szólunk, vagy hát legalábbis visszhangos a dolog. Ja, igen, nem. Éppen dolgoztam. Dolgoztál. El is engedünk, jó? Mert nagyon visszhangos is a hallgatók elkapcsolnak. Írtál nekünk egy nagyon helyes SMS-t. Egy viccet küldtél, ezt szerettük egyébként. Csak hát nem mondtad, hogy morning show. Igen. Köszönjük. Hú, de fura hangok vannak. Még mindig a delfináriumban dolgozol? Jól van, köszi. Szia, jó étvégét. Ciao, hello. Hello, hello. Szegénykém, igen. Azt írta egyébként aranyos vicc, két, nem szoktunk olyat küldeni, aki viccet küld, de ma úgyis ezen a héten nagyon sok viccet olvastunk be, úgyhogy belefér, két ovis beszélget, de szép szisza, micsoda, de szép szisza, mivel nem tudod kimondani, de szép matka. Jaj, cuki. Aranyos cuki vagy. Ő lett a naphallgatója. Mi a recept, Ferim? Mint az már többszörösen kiderült, vigyázni kell a megfogalmazással ebben a műsorban. Például, ugye, ha azt írom, hogy bronzínok nyokki valakom, mindjárt megöltök, ugye? Tehát nem szoktunk annyira egyébként. Nem egyébként tényleg kezdetek hozzászokni elmebajaimhoz. Sügér nudlival, ezt írtam le. Ugye a tengeri sügeret nevezik például bronzínónak is, meg még ezer más nyelven. Készülünk a Szabira, hát ha valaki elmegy tengerparton nyaralni, majd egyszer közülünk, és én egy hónap múlva remélem, hogy sikerül, és akkor ott például Horvátországban így is hívják meg más. Te is mész, Csabi, de jó lesz de neked. Jó. Jegyzetelek. És hát ugye a nudli, az meg a krumpli nudli, ami nyokki Olaszországban, és akkor ezt a kettőt raktam össze. Egy jó sült hal, tök nyári, tök könnyű, sok zöldséges, ennyi. Szálkás? Vagy meg lehet úgy csinálni, nem? Nem, filézik. Tudsz filét venni a halasnál, és akkor az már nem olyan. Egy jó filézett nyokki. Mennyit gondolkozol rajta, mi? Igen. De hol lett? Úgyhogy ez van, már fönt van képpel együtt, elméletileg nézek. Igen. És már igen. Fönt van. Fönt. Jó van, azt tudjátok, hogy a mezeket ma se sorsoltuk ki. Tehát, hogy ennyire, körülbelül három napja tartunk mindenkit lázba, három darab dzsudzsák mezzel, vagy négy napja, mikor ezt nekünk ugye nem kérem, Balázs elküldte. Nem romlik meg. De hogy úgy azért még tart az elvi, mikor visszajövünk, tehát ideje lenne akkor. Reméljük azt, hogy ezt hoztuk ajándékba a hallgatók, meg a nyaralásból. Meg reméljük, hogy egyébként az izlandiak, meg a portugálok elleni meccs után még nagyobb lesz az érdeklődés a mezek iránt. Hát fiam, ma nyerünk, a holnap nyerünk, akkor tovább jutottunk, valószínűleg, akkor nagy szanszunk van, akkor már ugye az egyenes kiesést újra itthon nézzük, vagy hát együtt tudjuk nézni, vagy hát legalábbis itthonról, akkor viszont már tudnak Gyugyi mezben drukkolni, ha addig elküldjük. Hogy ígérjük meg, hogy visszajövünk, és hétfőn tényleg odaadjuk, mert négy napja teszünk hintába hallgatókat, akik azért hallgatnak bennünket, hogy Gyugyi mezt nyerjenek. Csak ezért hallgatunk. Addig nem megy el a jó fogásom. De a Balázsia, mint te. Igen. Nem, Balázsot nem találom. Tegnap már úgy kellett visszakönyörögni, hogy szedd már le a netről, Jani, értem, hogy kapsz érte 3000 forintot, de basszus, mégiscsak odaígértük a hallgatóknak. Milyen zenék lesznek, Csabim? Mindig reklamáltok, hogy nem hozok újdonságokat. Tessék. És most sem. Annyira új, hogy még az előadó is új, nem találkoztatok vele szerintem még soha. Úgy hívják, hogy Kongs. Úristen. És hát egészen Franciaországig mentem érte. Dél-Franciaországból egy DJ. A neve is úgy hívják, hogy Finger. És ő hozott egy This Girl című dalt, ami szerintem ennek a nyárnak az egyik legnagyobb sláger lesz. Ezt most innen megjósolom. Komolyan? Igen. Aztán szeretni nem jön, fogjátok. Nem jön be. Kikéri rajta a számot, persze. Majd augusztusban visszatérünk rá, jó? Jól van, meghallgatjuk. Szeretjük az új dalokat nálad. Örülünk, ha valami újat hallunk. Ez a Klassz 40-ben már hallhattátok, ha figyelitek azt is. Vasárnap esténként. Hát figyelj, nem bírok lefeküdni addig. De most hozzám, hogy jó. Klassz 40 szerintem még kifejezett. Honnan tudja, majd vasárnap megmondom. Én bírom a Klassz 40-nek, kifejezetten jó az áron menne egyébként. Nagyon ügyes srác egyébként. Nem, most komolyan, ez az áron, ez tök jól csinálja. Szerintem nagyon jó állnak ez, és remélem sokáig fog jönni. Rosszul mondtam valamit, vagy nem? Vagy a nevét? Menjen pihenni most. 3 perc, pontosan 10 óra, mindenkinek szép nyaralást, ha nyaraltok, ha nem, akkor vigyázzatok magatokra, hallgassátok a Morning Show-t, és a Klasszot Best of lesz, de nem megyünk el azért, mert nem lesztek nélkülünk, mi pedig jövünk akkor egy hét múlva. Jó, puszi nektek, szevasztok! Ciao.
Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning.